és hát ahogy mondtam, köszönöm szépen a türelmüket is. A közlekedésről sokat fogunk ma beszélni, és a közlekedés az oka annak, hogy most tudunk kezdeni, de nagyon jó, hogy ennél többen tudtak megérkezni, és látom, hogy sokan előre ültek. Én nem is nagyon fogom szaporítani a szót, csak röviden elmondanám, hogy mi is fog ma itt velünk történni. Először Dávid fog nekünk tartani egy prezentációt, előadást a programjának a főpontjairól, illetve különös tekintettel azokra a pontokra is, amelyek az északpesti régiót, illetve a külső kerületeket érintik. Ezt követően pedig majd kérdéseket fognak tudni feltenni, ő pedig válaszol, tehát egy kis beszélgetésre fog sor kerülni. A terveink szerint legkésőbb 8 óráig fog tartani ez a kis találkozó. És akkor, ahogy mondtam, nem is szaporítom tovább a szót, hanem megkérem Vitézi Dávidot, hogy fáradjon fel a színpadra. Dávid eltűnt. Egy kis mikrofonos technikai szünet, és egy nagy tapsot kérek szépen. Hallani így, amit mondok? Hallani nagyjából, ugye? Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és itt vannak velünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy Budapestnek azokban a kerületeibe is tartsunk ilyen beszélgetéseket egy főpolgármesteri kampány részeként, ahol ez ritkábban történik meg, hiszen a Budapest politika azért nagyon sokszor, nagyon jellemzően a belvárosra fókuszál, azzal van elfoglalva, hogy a körúton belüli világban mi történjen, és azokkal a külső kerületekkel, ahol a budapestiek legnagyobb többsége él, ahol gyakorlatilag 85%-a él a budapesti lakosságnak, kevesebb figyelem jut. Ezért is tartottam azt fontosnak, hogy körbejárjuk ezeket a kerületeket, és így vagyunk most itt, valóban Északpesten, fizikailag Újpesten, de hát valójában azért a kerületek határán. Az ugye a programnak a címe, a 101 pontos főpolgármesteri programomnak a címe, hogy sokkal több van ebben a városban. Ez azt akarja elmondani körülbelül, amit egyébként pont itt egy újpesti képen a Népszigetről látunk is ezen a fotón, hogy a város nem csak és kizárólag, persze az is nagyon fontos, a legkeményebb infrastruktúrából áll, nem csak abból áll, hogy éppen leszűnyegeztük-e újra az utat, vagy milyen állapotok vannak, ez nagyon fontos, és változtatni kell rajta, azért is mondom példaként, vagy hogy éppen a villamospályákon van-e sebességkorlátozás, vagy nem, ne legyen nyilván, de arról is szól, hogy van egy olyan hely, vannak olyan Dunapartjaink, ahol van kedvünk kimenni, vannak olyan helyek, ahol találkozni tudunk, vannak olyan helyek, ahol jól érezzük magunkat, ahol azt érezzük, hogy nem csak a saját lakásunkban vagyunk úgy otthon, hanem a közterületeken a várost is magát egy kiterjesztett nappaliként tudjuk használni, ahol találkozunk a barátainkkal, ismerőseinkkel, ahol leülünk csak inni egy pohár sört, vagy egy kávét, és ahol tudjuk a várost otthonunként használni, és itt ebben a térségben például a Népszigetnek ezeket a Dunaparti fejlesztett részeit és kiülős helyeit egy jó példának tartom erre. És hát valahol azt a helyet is jó példának tartom erre, ahol most vagyunk, ugye itt vagyunk a régi gyapjúszövőgyárban, ez a kép egy régi fortepanos kép 1955-ben készült. Azt látjuk rajta, hogy balra ott van az épülő, hát kicsit ki is takarja a szöveg, a közúti aluljárónak az építése a Béke utcánál. Itt ez az előtérben az Angyalföldi vasútállomás, és szemben látszik távolban az újpesti gyapjúszövőgyár. Azóta, mióta ez a kép készült, ugye elég sok minden megváltozott az elmúlt 70 évben. Ez az ipari terület, ahol most vagyunk, még néhány évtizede is kihalt, elhagyatott gyárépületekből állt. Egy elhagyatott ipari terület volt, és most itt vagyunk, a szomszéd épületben éppen divatbemutató van, tehát a város újra belakta ezt a teret, és valahol azt gondolom, hogy ez a leleményességnek, az innovációra való képességnek egy szimbóluma is ez a hely itt ebben a térségben, ezért is jöttünk el ide. És én amikor azt mondom, hogy sokkal több van ebben a városban, akkor erre utalok, hogy ebben a városban rengeteg olyan energia van, rengeteg olyan ember, rengeteg olyan civil közösség van, aki sokkal többet ki tudna belőle hozni, hogyha erre lehetőséget adnánk. Éppen egy videót vettünk föl nemrég, és még engem is, pedig arra járok sokat, megdöbbentett azt így alaposan végignézni és látni, hogy mondjuk a Ferenciek terén, Budapest belvárosában, a turisztikai belváros kellős közepén, az aluljáróban minden üzlethelyiség üres. Az összes be van zárva, ki van ráírva, talán a kiadótábla, vagy már az se, be van törve a kirakat, és az egész ott rohad. Ezek mind fővárosi üzlethelyiségek. Lehet, hogy amikor már van zebra a felszínen, ezt már csak pusztán profit alapon nem lehet kiadni.
De miért nem vagyunk arra képesek a fővárosban, hogy ilyen helyekre bevonzunk akkor művészeket, bevonzunk olyan kis- és középvállalkozókat, akik az első üzletüket csinálnák meg. Lehet, hogy itt kipróbálnák magukat, és akkor utána kinő belőle valami. Miért nem tudunk családi vállalkozásoknak helyet adni? Miért nem figyelünk arra, hogy aki ott a metróból kijön, tudjon egy jó kávét venni? Miért nincs figyelmünk ezekre? Tehát amikor én azt mondom, hogy sokkal több van a városban, akkor nem csak arra gondolok önmagában, hogy lehetne több utat felújítani, lehetne több villamosvonalat építeni, arra is természetesen, de arra is, hogy azokból a közösségekből, amik Budapestet alkotják, sokkal több energiát, kreatív energiát, teremtő energiát lehetne felszabadítani, hogyha a városvezetés ezzel a szemlélettel állna hozzá a saját lehetőségeihez. Ezzel szemben én azt látom, hogy Budapest ma egy pártpolitikai csatatér, egy olyan helyszín, ahol a két nagy politikai oldal valójában az országos meccseit akarja lejátszani. Nyilván tudjuk, látjuk, hogy az országban nem ma kezdődött ez a dolog, lassan 20 éve tart, ugye egy páros meccset játszik egymással az a két politikai oldal, amit Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor nevével szoktak fémjelezni, és nyilván mindenkinek megvan a maga preferenciája és véleménye arról, hogy ebben a meccsben a valamelyik tábornak drukkol, vagy éppen inkább kimaradna az egészből, vagy éppen valamilyen harmadik ajánlatra szavazna, de Budapesten nem országos választást tartanak június 9-én, nem ezt a meccset kellene mindig újra és újra lejátszani a fővárosi közgyűlésben, hanem igenis azt észrevenni, hogy egy város ügyei azok nem kizárólag ebben az országos politikai metszetben vannak, hanem rengeteg dolgot lehetne munkával elvégezni, működtetni, jobbá tenni, és az erre való hajlamot, nyitottságot hiányolom én a budapesti városvezetésből. Röviden úgy tudom összefoglalni, hogy nincs még 5 évünk arra, amit az elmúlt években látunk, hogy ez itt csak néhány újságcikk kivágás, ott van rajta az, mondjuk jobb alul, ahogy Karácsony Gergely akadályozza egy új hídépítését Budapesten, mindenféle mondva csinált álzöld indokkal. Ott van az, ahogy Lázár János a legfontosabb budapesti beruházásokat is filctollal lehúzza, odaírja, hogy nem, soha, és átirányítja a forrásokat vidékre. Ott van az, hogy budapesti kórházakban osztályok nem fogadnak betegeket, mert nincsen elég ápoló, és óriási várakozási idők vannak. Vagy éppen ott van az, hogy vádaskodik egymásra a két oldal. Ugye azt szoktam példaként mondani, hogy ma a várospolitikánk úgy néz ki, hogyha egy kátyú mellett elsétál Szentkirály Alexandra, akkor lefotózza és kiposztolja az Instagramra, hogy a Karácsony alkalmatlan és még ezt se tudja megcsinálni. Ha ugyanott egy óra múlva elsétál a Karácsony, akkor lefotózza, kiteszi a Facebookra, és odaírja, hogy a kormány annyira kivéreztette Budapestet, hogy már ilyen állapotban vannak az útjaink. Az én hozzáállásom az, hogy a főpolgármester javítassa meg azokat az utakat, és ne folyamatosan lájkbajnokságokban vegyen részt, és panaszkodás, egymásra mutogatás menjen a két oldal között. Szerintem éppen ezen kellene változtatnunk. Én ennek jegyében készítettem el ezt a részletes főpolgármesteri programomat, amit ajánlok figyelmükben, a vitezidavid.hu per program oldalon ezt le lehet tölteni. És ez egy nem ígéret halmaz, nem egy ígéret cunami, nem arról szól, hogy most akkor itt ígérjünk meg mindent, hanem egy várospolitikai víziót próbál megfogalmazni, amiben vannak rövidtávú, azonnal elvégezhető feladatok, mint mondjuk a BKK rendészet létrehozása, vagy az, hogy visszaszereljük a leszerelt kukákat, és megbevezetjük a szelektív hulladékgyűjtést is a közterületeken. De vannak benne hosszabb távú dolgok, amikhez nyilván uniós pénz, fejlesztési források kellenek, például, hogy a villamoshálózatot újra jelentősen fejlesztésnek indítsuk Budapesten. És vannak benne távlati víziók, a vasútfejlesztés, a hévek fejlesztése kapcsán. Vannak benne olyan dolgok, amik a kormánytól függenek, de fontosnak tartottam azt, hogy egy főpolgármesteri programban teljesen világossá tegyük azt, hogy mit gondolunk ezekről, hogy a kormánnyal való viszonyában a Városházának milyen álláspontot fogunk elfoglalni, mondjuk a Maxi Dubaj kapcsán, mondjuk a kínai reptéri vasút kapcsán, mondjuk a kórházak állapota kapcsán, ami ugye állami fenntartásban van, vagy mondjuk a hévek fejlesztése kapcsán. Tehát vízió, kormányzati ügyekhez való viszony és konkrét ígéretek vegyesen tartalmazzák ezt a programot. Összesen 25 szakértő kollégámmal együtt állítottuk ezt össze. Több mint 5600 véleményt is kaptunk. Volt egy Mit vársz a következő főpolgármestertől című kampányunk, amit lehet, hogy önök is láttak, hirdettük több helyen. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, több mint 1000 oldalnyi ötlet és javaslat jött be, ezt ezúton is köszönöm. Egészen apró javaslatok, hogy például a Fővárosi Történeti Múzeumnak az óriási képgyűjteményét is nyissuk meg a Fortepanon mindenki számára, ez egy apróság, de fontos. Vagy olyan egészen nagy jelentőségi javaslatok, mint mondjuk az, hogy péntek szombat esténként éjjel is járjon a 3-as, 2-es, 4-es, 1-es metró, tehát a metróhálózat járatai péntek szombat este a megnövekedő esti éjszakai forgalmat szolgálják ki. Tehát ezekre mind figyeltünk, és ezeket mind beemeltük a programba.
A 101 pontos programot én most nem fogom itt önöknek végigmondani, ha kérdeznek bármiről, akkor igyekszem majd válaszolni, de hadd menjek végig a legfontosabb vállalásainkon. Mindjárt végigmegyek egyesével is, egy-egy dián, de a 12 plusz egy legfontosabb vállalásom található itt kiírva, és akkor végig is mennék ezeken sorban. Egyrésztről én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy rendbe rakjuk és akadálymentesítsük a külvárosi, külső kerületi csomópontokat, és azok aluljáróit, azoknak az átszálló pontjait. Ma a városnak a legforgalmasabb helyei valójában ezek. Újpest központ, Göncárpád város központ, hogy csak északpesti példákat mondjak. De ide tartozik az Örsvezértere, ide tartozik az Ecseri út, a Határút és társai. Kőbánya-Kispest. Kőbánya-Kispest talán az, ami a legriasztóbb abból a szempontból, hogy mérhetetlen mennyiségű pénz is el lett ráköltve, amikor épült a bevásárlóközpont. Aztán ehhez képest olyan állapotok uralkodnak, hogy az ember félvelesütött fejjel megy át, áll a szemét, nem működnek a liftek, a mozgó lépcsők, és hát a közbiztonsági viszonyok is hagynak maguk után kívánnivalót. De ha megnézzük Újpest központot, ugye most elég sok helyen kellett áldogálnom a városban, jártam körbe a pultozás során a kerületeket, tehát annál, hogy mondjam, lehangolóbb hely, mint az Újpest központi aluljáró, azért kevés van Budapesten, már csak a fények az egésznek ez az ilyen lefolytott hangulata és egy-egy lerobbant sarka. Én nem is értem, hogy a hármas metró felújítása során hogy sikerült ezeket kihagyni. Ezekre vannak kész tervek, ezeknek az aluljáróknak a felújítására, még mit csináltuk meg őket. Szerintem ezeket el kellett volna végezni ennek a városvezetésnek, és abban bízom, hogy ezekre előbb vagy utóbb sor kerül. Én szeretném ezeket megcsinálni. A programom része az, hogy a világítást, a kereskedelmi kínálatot, az egésznek a küllemét rendbe rakjuk ezeknek a nagy külvárosi csomópontoknak, és ami még fontosabb, hogy az akadálymentesítését is elvégezzük ezeknek. Én azt is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy ez fontosabb, mint az, hogy újabb belvárosi turista csomópontokat fejlesztünk. Karácsony Gergely programjának egy fontos eleme az, hogy a Clark Ádám teret harmadszorra is átépítse 10 éven belül körforgalomból körforgalommá, ami a budai vár tövében a siklóra váró turisták népszerű helyszíne, de hát nem erre van szüksége a városnak, hanem arra, hogy az ilyen helyeket rendbe tegyük. Egyébként még itt a térségben a Mexikóit is ki tudom emelni, ahol gyakorlatilag egymás után zárnak be a boltok, és egy egyre szomorúbb összképet fest az a csomópont is. Sokat jártam arra régebben is, és hát nem egy szívderítőbb hely lett az utóbbi években. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy választ találjunk a lakhatási válságra, és próbáljunk enyhíteni ezen. Ma ugye Budapesten az a helyzet, hogyha valaki ápolóként, tanárként, szociális dolgozóként, BKK dolgozóként próbál Budapestre jönni és segíteni azokon a hiány szakmákon, amiket mi budapestiek átélünk minden nap, hogy ezekben az állásokban nincs elég ember, akkor azt tapasztalja, hogy a fizetés az annyi, mint Pécsen, a lakbér viszont annyi, mint Bécsben. Ezt viszont így nem tudják az emberek kifizetni. A vége az, hogy számos közszolgáltatási ágazatban létszámhiányok vannak, azok aztán kihatnak a közszolgáltatásokra, azok számára is, akik ezeket igénybe veszik, de a saját lakhatási viszonyaik rendezettek. Emiatt aztán egy nagy szolgálati lakás és támogatott bérlakásépítési program elindítását tartalmazza a program. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a rozsdavezeteket erre használjuk, és ilyen zöld, viszonylag emberléptékű, jól sétálható, nem autóközpontú városnegyedeket hozzunk létre, ahol aztán a magántőke bevonásával létrejönnek olyan bérlakások, amik megfizethetőek az ide költözők számára, és a jövedelmi viszonyaihoz, például a közszolgáltatásokban dolgozóknak igazítva van, hogy egy korláton túl ne emelkedhessenek a lakbérek ezeken a helyszíneken. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és ez a programomnak az egyik kiemelt eleme, hogy ebben ilyen léptékben nekiálljunk valamit tenni, mert az, hogy 10-20-30 lakással próbálunk enyhíteni ezen a helyzeten, ez kedves dolog, néha vannak ilyen programok, de valójában nem sokat érnek. Az egész fővárosi önkormányzatnak ma teljes Budapesten 1200 szociális bérlakása van, tehát ezért léptékváltást tudna az hozni, hogyha egy ekkora programot el tudunk indítani. Ugye egyébként itt a térségünkben, ahol most beszélgetünk, ennek lenne egy nagyon triviális helyszíne, Rákos rendező, ami az egyik legnagyobb egybefüggő rozsdavezete Budapestnek, ami fejlesztésre szorul, 130 hektár. Itt egyébként önmagában a MÁV által már fölhagyott területeken, elhagyott területeken elférne 10 000 lakás. Úgyhogy az nincs felhőkarcoló, nem egy túlépített hely. Tehát itt ekkora területről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ezt a Rákos rendező területet erre, és egy új városi jelentőségű Angyalföldet, Rákospalotát, Újpestet is kiszolgáló új városi jelentőségű közparkra kellene felhasználni. A korábbi tervünk az volt, hogy itt egy legalább 25 hektáros park, és ahogy mondtam, 10 000 bérlakás kapjon helyet.
Ezzel szemben a kormány úgy döntött, hogy inkább arab befektetőknek engedi át ezt a területet, és lehetőséget ad arra, hogy itt szabadon bármit építsenek, amiből egy luxus negyed, luxus bevásárlóközpont, felhőkarcoló, vagy ki tudja, mi fog születni. Én azt gondolom, hogy nyilván a kétharmados országgyűlési hatalommal szemben egy fővárosi vezetés jogi eszközökkel nem sokat tud tenni, de az, hogy folyamatosan felmutassuk az alternatívát, hogy a budapestiek támogatását elnyerjük ahhoz, hogy itt ne csak támogassák, de értsék is, hogy mi lenne a helyes városfejlesztési politika, az segíthet abban, hogy előbb-utóbb részt üssünk ezen a pajzson, és elérjük, hogy itt olyasmi épüljön, ami a városnak jó, és ami nem az arab befektetőknek jó. Én ezzel leszek főpolgármesterként, ezt megígérhetem önöknek. És nagyon fontos az, hogy itt számos közlekedési fejlesztést is el kell végezni. Szükség lenne egy új Rákosrendező vasútállomásra, ami a Szegedi úti felüljárónál átszállást ad a 3-as villamosra és az itt közlekedő járatokra. Szükség lenne magára a Szegedi úti felüljáróra, ami összekötné egymással Angyalföldet és Zuglót. Ezen keresztül a 3-as villamos átvezetésére, ami egyébként nem csak balra a Göncz Árpád városközpont felé kanyarodhatna, hanem jobbra Újpest és Káposztásmegyer felé is, tehát beköthetné az Örsvezértere, Bosnyák tér 3-as villamos tengelyt ide Újpest irányába. Tehát azt gondolom, hogy ebben egy nagy potenciál van, de ezt ki kell használni. A közösségi közlekedés kapcsán ugye nem csak a fejlesztési kérdések, nagy vihart kavart az az állításom, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalan szálló. Én ezen állításom mellett kitartok, akármennyit is kritizálnak emiatt. Főpolgármester úr szó szerint elköldött a fenébe azért, mert én azt merem mondani, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalan szálló. De ez nem egy dehumanizáló vagy kirekesztő állítás. Ez az állítás arról is szól, hogy azoknak a hajléktalan embereknek, akik nem találnak megfelelő ellátást, mert akár szenvedélybetegséggel élnek, és nem kapnak olyan típusú segítséget, akár olyan igényeik vannak, amiket a szállókon nem találnak meg, akár csak olyan élethelyzetben vannak, hogy nem jutnak el a szállóig, fogalmazunk így. Számukra sem egy méltó helyzet az, nem egy elfogadható, nem egy belenyugvást okozó helyzet az, hogy ők a tömegközlekedésen töltik az idejüket, és nyilván nem egy belenyugvást okozó helyzet azoknak az utasoknak, akik egy olyan higiéniai állapotot találnak, ami a legkevésbé sem felel meg a közösségi közlekedés utazási szabályainak. Ugyanis ma is elő van írva az, hogy mondjuk így nem lehet utazni, ma is elő van az írva, hogy beszennyezni nem lehet a járműveket. Tehát én azt gondolom, hogy humánusnak kell lennünk, szociálisan érzékenynek kell lennünk, a szociális ellátórendszerben segítenünk kell mindenkinek, aki erre rászorul, de meg kell húzni a vonalat. És ottán az együttélési szabályainkat be kell tartani. Mert az, hogy szemet hunyunk, hogy mindig egy ilyen fals moralizálás van, hogyha valaki ilyen problémákat fölmer vetni, akkor rögtön moralizálásra a válasz. Nem az, hogy tehát én nem hallottam azt Karácsony Gergelyt, hogy elmondta volna, hogy mit tett ebben az ügyben, hanem egy moralizálásra válaszol, hogy hát nem szabad ilyen szavakat használni. Szerintem igenis nevén kell nevezni a problémákat, és tennünk kell azért, hogy ez ne így legyen. Nem csak a higiéniára kényes utasok miatt, aki a nagy többség az utasoknak, hanem azoknak az embereknek a segítése érdekében is, akik ma ilyen helyzetben vannak. Emellett nyilván egy biztonsági kérdés is van a közösségi közlekedésen. Naponta 2-3 alkalommal van olyan súlyos atrocitás, amelyek valamilyen erőszakos cselekedethez kötődnek, főleg nyilván éjszakai órákban, késő esti órákban, egyes pesti kerületekben és külső városrészekben fordulnak ezek elő leginkább, ahol zaklatnak utasokat, beszólnak utasoknak, esetleg zsebtolvajok jelennek meg. Az, hogy a budapesti közösségi közlekedésen ezeknek határt szabjunk, ahhoz szükség van arra, hogy létrehozzuk a BKK rendészetet, ez az én vállalásom ebben a programban, hogy egy olyan a fővárosi önkormányzati rendészet részeként működő új kivonulószolgálatot hozzunk létre, ami képes arra, hogy akár hogyha a villamos vagy buszvezető jelzi azt, hogy baj van és segítségre szorul, akár hogyha az utasok például a Budapest Go applikációban egy chat funkcióval ezt jelzik, akkor ki tudnak vonulni a helyszínre a BKK kéklámpás autóit is igénybe véve, és tudnak hatósági személyként önkormányzati rendészeti felhatalmazással segíteni azoknak az utasoknak és azoknak a járművezetőknek, akik kihívták őket. Én ezt a programvállalásomat fenntartom, akármennyi kritikát is kaptam ezért főpolgármester úrtól. Talán ez volt köztünk a legélesebb vita eddig ebben a kampányban. Fontos az, hogy a járatritkítások kapcsán legyen világos a véleményünk. Ugye ez a dia, vagy ez a kép azt idézi meg, hogy a BKK vezérigazgatója Walter Katalin úgy fogalmazott januárban a járatritkítások kapcsán, hogy a pulykákat sem kérdezik meg arról, hogy levágják-e őket hálaadáskor, ugye ez egy ilyen amerikai párhuzam. Ugye ezzel indokolta azt, hogy miért nem kérték ki a járatritkításokról senkinek a véleményét, és miért titokban vezették ezt be. Ugye 2024. januárjában a 14-es villamost, a 20-et, a 30-as családot, 230-assal együtt, a 122-es expresszt, a 196-os buszt és a 220-as buszt is kiritkította a városvezetés.
arra hivatkozva, hogy az emberek home office-ban vannak a Covid után, nem használják már a közösségi közlekedést annyira, ezért nincs is szükség arra, hogy a járatok a korábbi sűrűséggel járjanak. És nyilvánvalóan azért azt gondolom, hogy nem állt elő az a helyzet, hogy a Káposztásmegyeri lakótelepen hirtelen az emberek mind otthonról dolgoznak és nem járnak már be munkába. Tehát én ezt egy fals érvelésnek és egy ilyen tipikus megszorító logikának gondolom. És azért is hoztam most ezt ide, mert azt látom, hogy Karácsony Gergely most megint elkezdett úgy beszélni erről, mintha itt valójában csak egy kommunikációs hiba lett volna. A Partizánban azt mondta, hogy gyakorlatilag ez egy helyes közpolitikai döntés volt, csak a kommunikációját rontották el. Én nem így gondolom, éppen ezért szeretném nagyon világosra tenni ebben a kampányban, hogy főpolgármesterként nem fogok járatritkítási csomagokat bevezetni, nem támogatom azt, hogy közösségi közlekedésből kapacitásokat vonjanak ki, és azt remélem, hogy mind Szentkirály Alexandra, mind Karácsony Gergely csatlakozik ehhez az állításomhoz. A járatritkítás nem azért volt problémás, mert elfelejtették kommunikálni, vagy pulykának nézték, levágásra érett pulykának, nézték és nevezték az utasaikat, hanem a tartalmi okok miatt a közösségi közlekedést fejleszteni kell Budapesten, és nem visszafejleszteni. A programomnak egy fontos eleme az, hogy a villamos hálózatot fejlesszük. Talán amikor én a BKK vezérigazgatója voltam, a legnagyobb eredményeket talán ebben értük el. Ugye akkor történt meg az utolsó nagy villamos beszerzés, abból több mint 120 új villamos érkezett és érkezik Budapestre, ezek a KAF villamosok, amik itt a térségben is a 14-esen az alacsonypadló szolgáltatást, ami még csak részleges, tudják biztosítani, amiért az újpesti önkormányzat nyilván sokat küzdött a fővárosban, hogy ezek eljussanak ide is, de ezt folytatni kell, ezt a programot, és nagyon fontos az, hogy a villamos hálózatot fejlesszük. Ebben ma ugye volt egy érdekes kis vita közöttünk, ugyanis hát főpolgármester úr gyakran elmondja azt, hogy milyen felesleges terveket készíteni. Ugye külön lejárató videót is készített a Párbeszéd nevű pártjával arról, hogy hát milliárdokért terveket készítettem, amikor a Budapest Fejlesztési Központot vezettem. Ehhez képest ma két olyan villamosfejlesztést jelentett be, amik pont az általunk készített tervekre alapulnak. Például a Szegedi úti felüljárón átvezetett villamost, vagy a budai fonódó folytatását. De annyi baj legyen, legalább látszik, hogy hasznosulnak ezek a tervek. Az én programom 5 új villamosvonallal számol, aminek az egyike nyilván a Szegedi úti felüljárón át, Zuglót Angyalfölddel összekötő, ahogy ez most az előbb is elhangzott, általunk előkészített új villamosvonalnak a megépítése, a 3-as villamos körgyűrű meghosszabbítása Újpest és a Göncárpád városközpont felé. És ami nyilván még érinti itt a térséget, az a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, az, hogy a 14-es villamos a 13. kerületből, a Lehel út térségéből tovább menjen, ne a Lehel téren érjen véget, hanem érje el a Nyugati pályaudvart, és aztán a Deák teret, és aztán a Kiskörúton tudjon tovább haladni. Sőt, én azt sem tartanám egy ördögtől való dolognak, sőt, hogyha az Asztóriánál ez előbb-utóbb a Rákóczi úti villamossal is csatlakozna, és aztán a Népszínház utcai, kőbányai villamoshálózattal is egy összefüggő, egymással fonódó pesti villamos, belvárosi villamoshálózatot újra létre lehetne hozni. Ugye ezek a belvárosi törzsszakaszok az 1970-es évek közlekedés politikai nyomán hiányoznak Budapestről, ezeket a metroépítések során számolták föl, de ma már látjuk azt, hogyha akár a budai fonódó sikerét megnézzük, amit ugye akkor valósítottunk meg 2014 körül, amikor a BKK-ban dolgoztam, vagy ha megnézzük akár csak azt, hogy mondjuk a Déli pályaudvar és a Szélkálmán tér között, ahol ugye metró van, de nem szüntették meg a villamost, ott mennyire más és fontos szerepe van, akkor belátható az, hogy igenis ezek a hálózati elemek tudnak egymással komplementer módon, kiegészítő módon működni. Az, hogyha a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos meg lenne, az jelentősen javítaná a 14-es villamos elérhetőségét, használhatóságát. Ugye ezt eddig háromszor jelentette be Karácsony Gergely ebben a ciklusban, különböző Facebook posztokban. A tervezés nemhogy nem haladt előre, el sem indult. Tehát itt a tényszerű helyzet az, hogy az elmúlt 4,5 évben, bár az előző programjának is része volt, még a közbeszerzési eljárás sem sikerült kiírni arra, hogy a tervek elkészüljenek. Tehát miközben ugye folyamatosan az a kritika, hogy mi miért terveztünk, ugye az erőben reagáltam, hogy szerintem lesz még annak haszna, hogy a hévek fejlesztésének, vagy éppen a villamoshálózat fejlesztésének vannak kész tervei, de pont a Bajcsy villamos, ami nem tartozott a kormányzati BFK feladatkörébe, amikor én ott voltam, az a fővárosnál maradt, azzal nem történt semmi. Egyetlen egy terv sem készült el, már pedig ez azért fontos, mert minden főpolgármester valójában az elődje terveit építi meg, ezt nem szokták talán ilyen sarkosan elmondani, de hát mégiscsak az a helyzet, hogy Karácsony Gergely összes beruházása, amit megvalósított, az a Lánchíd, a 3-as metró felújítás vagy a Blaha, ezek mind, már a tervezés van, amelyiknek az építkezése is még a tarlós korszakban kezdődött el. Ezeknek mind a tervezését még egyébként mind jutottuk el a BKK-ba 10 évvel ezelőtt. És ez fordítva is igaz, hát a tarlósnak a ciklusa elején a 4-es metró befejezése jutott nyilván, amit még Demszky Gábor főpolgármester kezdett el.
Tehát valójában az, hogy mondjuk a következő 2-3 évben, a következő főpolgármesteri ciklusban milyen beruházásokat lehet befejezni, az azt fogja mutatni, hogy mennyi beruházást készített elő Karácsony Gergely, és erre az a szomorú válaszom, hogy semmit. Egy darabot se. Olyan tervek, amiket építeni lehetnek, az egy darab sincs. Látványtervek és Facebook posztok vannak, de abban még ritkán épült valami. Amit szerintem tenni lehet, az az, hogy azok a tervek, amiket a BFK-ban annó megcsináltunk, azokat lehet elkezdeni rögtön megvalósítani, például a Szegedi úti felüljáró vagy a Bodai fonódó villamos hálózat fejlesztése ilyen. De szerintem ebben nagyon is alappal illetem kritikával a fővárosnak az elmúlt néhány éves működését, a programban pedig 5 új villamosvonal megkezdése és legalább 100 új alacsonypadlós villamos beszerzésének az elindítása szerepel, hogy például az olyan helyeken, mint a 14-es villamos, nagyobb léptékben, nagyobb számban tudjuk lecserélni a jelenlegi magaspadlós, korszerűtlen villamosvonalakat. Nagyon fontos az, hogy szerintem a vasútfejlesztést azt a városnak támogatnia, sőt, akár követelnie is kell az államtól, és nem akadályozni. Én azt látom, hogy ez a városvezetés folyamatosan egy akadályozó, kötözködő álláspontot és szemléletet vett fel a vasútfejlesztés kapcsán, ahol folyamatosan úgy tesznek, mintha itt valaki meg akarná erőszakolni a várost, amikor vasútfejlesztésről van szó. Nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet a Déli körvasútnál sem, nem ez a helyzet Pest-Imrén, ugye ott a Lajos-Mizsei vasút kapcsán van vita, és nem ez a helyzet Rákospalota-Újpesten itt a térségben sem, ahol a Váci vonalnak a fejlesztésére vannak kész tervek, ugye Rákospalota-Újpest állomásnak az akadálymentesítésére, a peronok szélesítésére, liftekkel való ellátására, közelebb vitelére az Árpád úti felüljáróhoz, hogy az ott közlekedő 96-os, 104-es buszokkal jobb legyen a kapcsolat. Erre vannak kész tervek, ez a beruházás azért csúszott ki az Európai Uniós forrásokból, mert a 15. kerület önkormányzata és Karácsony Gergelyék nekiálltak pereskedni és megakadályozni, olyan teljesen mondva csinált és képtelen érvekkel, hogy azon a vasúti fölüljárón, amin Rákospalota Újpestet elhagynák a vonatok, vagy oda megérkeznének a vonatok, tehát a lényeg az lenne, hogy a Vác felé menő vonatot nem szintbe keresztezni az, ami Veresegyházról jön, hanem külön szintbe, hiszen a sűrűbb a vasúti közlekedés, akkor vonat és vonat között is kellhet külön szintű fölüljáró. Erre azt mondták, hogy hát ez egyrészt a városkép szempontjából szörnyű, másrészt, hogy mi lesz, ha leesik a vonat a fölüljáróról. Erre hivatkozva beperelték a bíróságon a környezetvédelmi engedélyt, és hát sokat elmond egyébként arról, hogy milyen módon zajlanak ezek az eljárások, hogy meg is tudták ezt a pert ezzel nyerni. Nem viccelek, nem túlzok, nyugodtan vissza lehet nézni. Ezekkel az érvekkel támadta meg a DK-s 15. kerület és a főváros ezt a beruházást. Én azt gondolom, hogy itt a fővárosnak világosan amellett kell érvelnie, azért kell küzdenie, hogy igenis az elővárosi vasúthálózat fejlődjön, hogy többen járjanak be vonattal. Budapesten, főleg a külső kerületek lakói folyamatosan érzik azt, hogy milyen brutális autóforgalom ömlik erre a városra az agglomerációból. 1 millió autó volt 2010-ben Budapesten és Pest megyében együtt, ma ez 1.350.000 fölött van. Ha csak a többlet autókat, amennyivel többlet az agglomerációban autóforgalom, ezt egymás mögé állítjuk, akkor Budapesttől Koppenhágáig érne a sor. És ez a folyamat nem állt le. Az a helyzet, hogy egyre több autó van, mivel egyre többen költöznek a budapesti agglomerációba, és az agglomerációban a közösségi közlekedés nem elég versenyképes. Tehát Budapestnek elemi érdeke, hogy a hévek és az elővárosi vasút fejlődjön, elemi érdeke az Budapestnek, hogy ez Budapesten belül is azért vegyen át szerepet a közösségi közlekedésben, például épüljön meg, ha ez a vonal fejlődik, épüljön meg a hiányzó vasúti megálló Káposztásmegyeren. Ez valószínűleg gyorsabban megvalósítható, mint egy metróépítés. Arról se kell lemondani, de a vasútállomás az biztosan gyorsabban meg tudna lenni. És újuljon meg például Rákospalota Újpest úgy, hogy ez egy városközpontot hozzon létre a mai szeméttelep és fémtelep, és az az egész elhagyatott környezet helyett, ami ma ott van. Az esztergomi vasútvonal kapcsán ugye itt nem messze tőlünk látszott az, hogy egyébként milyen városrehabilitációs hatása és milyen vonzerőnövelő hatása a vasútra nézve vonzerőnövelő hatása tud lenni egy vasútfejlesztésnek. Szerintem ezt kell tenni, én emellett fogok kiállni, ezért fogok küzdeni, ezt fogom a szakkormányon számon kérni. Az, hogy ezeket a beruházásokat folyton lépten nyomon akadályozzák, az szerintem egy hibás és rossz irány. Mindenképpen küzdenie kell szerintem a főpolgármesternek a kórházi állapotok javításáért Budapesten. Ez nem a főpolgármester hatásköre, sosem mondtam, hogy az lenne. Ugyanakkor azt sem gondolom, hogy pusztán azért, mert a hatásköri jegyzékben nincs ott, a közvetlenül választott budapesti főpolgármester akkor jár el helyesen, hogyha soha a szájára nem veszi a kórház szót, mint ahogy a jelenlegi főpolgármestertől nem sokszor hallottunk erről. Szerintem igenis szóvá kell azt tenni, hogy ma nem Stockholmhoz vagy Bécshez képest, de a nagy vidéki centrum kórházakhoz képest is rosszabb a kórházi ellátás színvonal a Budapesten.
Az uniós pénzek jellemzően a vidéki kórházakba kerültek, Budapesten pedig egy egyre romló állapot van. Elég, ha csak mondjuk a Honvéd Kórháznak a Dózsa György út, Podmanicki utca sarkán lévő intézményére, ha gondolunk, hát nem egy 21. századi európai főváros jut róla eszünkbe. Az egészségügyi programnak sok eleme van, van, ami fővároshoz tartozik, például az, hogy javítsunk a sportolási lehetőségeken, hiszen a sport nyilván a megelőzésnek, a betegségek megelőzésének egy kulcsa. Legyen több köztéri futópálya, legyen több köztéri sportolási lehetőség, és a tömegsportot részesítsük előnybe a kerületekkel együttműködésben. Javítsunk a levegő minőségén, ez egy kulcskérdés, hiszen alapvetően a tüdőmegbetegedések, asztmák, gyermekasztmák száma jelentősen nő a közúti közlekedésből eredő szennyezés miatt. Itt a program kifejezetten azt tartalmazza, hogy a legtöbbet közlekedő járművek, furgonok, taxik, buszok esetében egy elektrifikációs programot indítsunk el, és a ciklus végére legyenek olyan szabályok, amik az újonnan beálló járművek esetében már előírják azt, hogy elektromosak legyenek, és így fokozatosan ki lehet vezetni a legtöbbet közlekedő, egész nap járó gépjárművek esetén a belső égési motorokat. Nyilván a személyautók az egy nehezebb kérdés. A személyautók esetében azért mégiscsak az van, hogy ők általában egyszer bejönnek, aztán másodszor kimennek, de az időnek a nagy részében állnak. Ugye az autókat jellemzően így használjuk, de azok a fajta házhoz szállítást végző taxi, busz, kukásautó, ezek a járművek, amik egész nap mennek és végzik a dolgukat, ezeknek a szennyezése éppen ezért arányaiban sokkal nagyobb, mint a darabszámban betöltött arányuk. Tehát itt érdemes elkezdeni azt, hogy beruházási, támogatási programokkal és szabályozással ezeket minél hamarabb elektromosra cseréljük ki. Fontosnak tartom a szűrőprogramok szélesítését és elérhetővé tételét. Most itt a kampány hevében ugye a főváros is csinált ilyen szűrőbuszokat, de jó lenne ezt nem csak a kampány heteiben működtetni, hanem kiterjesztetten egész évre a fontos közterületeken elérhetővé tenni és ezt csinálni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy fejlesztjük a sürgősségi betegellátást. Ez a legkritikusabb területe ma a budapesti kórházi szénának. Az látszik, hogy Budapesten az ma már nem kivétel, vagy nem egy egyedi eset, hanem a mindennapok része, hogy 6-7 órás várakozások vannak az SBO-kon, azokban az ügyeletes kórházakban, amelyek ezt a feladatot ellátják. Mindennapos probléma az, hogy küldözgetik a betegeket össze-vissza, tehát ha valaki mondjuk egy újpesti lakcímkártyával egy budai ügyeletes kórházba bemegy, akkor jó eséllyel, ha nincs életveszélyben, elküldik, és azt mondják, hogy menjen a Honvédba. Tehát mindenképpen javítani kell azon, ahogy ez szervezve van. És a programomban felvetettem annak a lehetőségét is, nyilván ezt a kerületekkel együtt lehet megtenni, tehát nem tudom én ezt egyedül vállalni, de a célt megfogalmaznám, hogy a szakrendelőkből a legnagyobbak, a legjobb állapotú, a leginkább erre alkalmas szakrendelők, nem az összes minden kerületben, de legalább néhány, akár 24 órás üzemben is működjön, és a nem kórházi ellátást igénylő, de éjjeli, hétvégi orvosi segítségnyújtást igénylő esetekben tudjanak bekapcsolódni, hogy ezzel is tehermentesítsük az SBO-k működését, Budapesten a sürgősségi betegellátó osztályok működését. Nyilván ez kell az állam, kellenek a kerületek, de azt gondolom, hogy a főpolgármesternek igenis van dolga azzal, hogy a budapestiek egészségével és az egészségügyi ellátás színvonalával foglalkozzon. És végül, de nem utolsó sorban, a kórházfejlesztések egytől egyig leálltak Budapesten, az összes centrumkórház beruházást leállították. Szerintem ezt napirendre kell venni a fővárosi politikának. Ez a kormány nélkül nyilván nem fog egyről a kettőre jutni, de engem nagyon bosszant az, hogy ma már szó sincs erről. Arról, hogy leállt a Dél-Budai Centrumkórház, arról, hogy a Honvédnek a bővítése és ezáltal annak a szörnyű régi honvédtömnek a kiváltása a Dózsán megtörténjen, nem is hallunk erről, hogy ez nincs. Ezt vissza kell hozni, és a budapesti politikának, a budapestiek valós ügyeiről kell szórnia. Ugye, hogyha szembe akarom állítani, hogy értsék, hogy mivel szembe mondom ezt, hát a fővárosi közgyűlés a legerősebb jogköreinek az egyikével az, hogy az országgyűlésnél törvényalkotást kezdeményez, egyszer élt az elmúlt egy évben, amikor a közvetlen köztársasági elnök választást kezdeményezték Novák Katalin lemondása után. Ez, én értem, hogy politikailag ez ott éppen jó ötletnek tűnt, de nem a budapesti politika ügye. Nem egy budapesti kérdés. A budapesti politika foglalkozon a hévekkel, a vasúttal, a kórházi állapotokkal, amikor a kormánnyal konfrontálódik, vagy a Maxi Dubajjal. Azt a lehetőséget, megszólalási lehetőséget, kreditet, ami egy főpolgármesternek a budapestiek bizalmából van, azt a budapestiek érdekében használja, és nem azon pártok érdekében, amelyek őt oda delegálták, hiszen nyilván itt ez történt. Ne a két nagy politikai tömnek, a DK-nak vagy a Fidesznek legyen főpolgármestere, hanem valóban a budapesti ügyeket képviselő főpolgármester legyen. Én ezt az ajánlatot fogalmaztam meg, ezért is indultam el ezen a választáson. Nagyon fontos eleme a programnak a Dunapartok élhetőbbé tétele, erre talán azt gondolom, hogy kiváló példa az, ami itt a Népsziget térségében létrejött az elmúlt években.
sok hasonlóra lenne szükség, úgy a belvárosi rakpartszakaszok sétálhatóvá tétele, mint több külvárosi külsőkerületi Dunapartnak a megközelíthetővé, besétálhatóvá tétele, a Wasserhez vagy a Kabinhoz hasonló helyek nyitásával városszerte. Szerintem nagyon fontos az, hogy a Dunát tényleg hozzáférhetővé tegyük a budapestiek számára, és nem csak pontszerűen itt-ott a Római, meg egy kicsit itt a Népszigeten, hanem sokkal tágabb körben. Ezzel bőven lesz feladata a következő városvezetésnek. Nyilván önök előtt nem kell sokat mondanom, hogy főleg a külső kerületekben az utak rémes állapotban vannak. Budapest ma 1100 kilométernyi főúthálózatot tart fönn, ennek jelenleg évente 0,6%-át újítják föl. Ez a tempó nagyjából azt jelenti, hogy egy útnak a felújítása olyan 160-170 évente merül fel, ami nyilvánvalóan elégtelen, hiszen ennyit egy ilyen útpálya nem bír ki. Ezen muszáj változtatnunk. Nyilván a főváros anyagi helyzete ezt meghatározza, én azért azt gondolom, hogy bőven lenne mind spórolni a mai fővárosi működésben. Azt is gondolom, hogy ha egy főpolgármester nem az ellenzék permanens miniszterelnök jelöltjének szerepében tetszeleg, akkor azért lehet a kormánnyal is új lapot nyitni és megpróbálni jobb helyzetbe kerülni a fővárosnak. Én nem gondolom azt, hogy ha én leszek a főpolgármester, akkor hirtelen a kormány minden pénzcsapot kinyit. Ilyet nem ígérek és nem is vállalok és nem is tartom reálisnak, de azért az, hogy egy ennél a mainál tényleg a hidegháború szóba nem álláshoz képest egy korrektebb munkakapcsolat létrejöjjön, ezt azért reális célkitűzésnek gondolom, hiszen mondjuk Botka László Szegeden, vagy éppen több kerületi polgármester itt Budapesten, Őrsi Gergelytől Baranyi Krisztináig azért mutatja azt, hogy meg lehet haladni ezt a fajta országos pártpolitikai logikát, és el lehet érni azt, hogy legalább olyan ügyekben, ahol mindkét félnek van vesztenivalója, ott az együttműködés váltsa fel a folyamatos acsarkodást és Facebook posztolást. Az én célom egyértelműen ez. A vállalásunk pedig az, hogy tízszerezzük az útfelújítás volumenét. Ugye az előbbiből látszott, hogy még ez se elég, tehát 6% se sok a 0,6-hoz képest, de ez is egy óriási vállalás ugyanakkor. Itt látjuk a realitás határát, tehát ezért ezt a vállalást tettük meg. Nagyon fontos kulturális eleme a programomnak az, hogy egy 10.000 forintos éves kultúrkupont adjunk minden budapesti lakcímmel rendelkezőnek, amelyet a fővárosi fenntartású kulturális intézményekben, színházakban, művészmozikban, vagy szabadidős létesítményekben, fürdőkben, állatkertben lehetne felhasználni. Én azt gondolom, hogy szélesítenünk kell azoknak a körét, akik hozzáférnek ezekhez. Van, aki anyagi okból nem fér hozzá, van, akinek egyszerűen eszébe se jut színházba menni, van, aki a külső kerületekben lakik, és már a közlekedéssel együtt ez akkora teher neki, hogy időben és pénzben, hogy nem teheti ezt meg. Szerintem fontos, hogy ezen változtassunk. Ez egy digitálisan elérhető, egy QR-kódos rendszerben működő applikációval segített utalványrendszer lenne, amivel azt szolgálnánk, hogy a budapestiek nagyobb számban és könnyebben használják és vegyék igénybe a kulturális és szabadidős kínálatát a városnak. Egyébként a programnak több más kulturális eleme is van. Még egyet, amit itt kiemelnék, az, hogy szeretnénk egy év kulturális kerülete kezdeményezést bevezetni, ami arról szólna, hogy ahogy az év kulturális főváros Európában azt jelenti, hogy egyik évben mondjuk Veszprém egész Európa kulturális főváros, és akkor minden figyelem oda kerül, fejlesztik az intézményeket, programok vannak, és ezzel próbálják a helyi kulturális életet fejleszteni. Miért ne lehetne ezt ugyanígy megcsinálni Budapest külső kerületeiben évről évre? És ha éppen Újpest mondjuk az év kulturális kerülete, mert megpályázza és megnyeri, akkor a főváros azokat az erőforrásait, amivel fesztivált szervez, amivel köztéri műalkotásokat hoz létre, amivel felújítja a Szabó Ervin könyvtárnak valamelyik tagintézményét, amivel nyári színházi kitelepüléseket szervez, amivel mondjuk eléri, hogy nyíljon egy könyvesbolt egy olyan kerületben, ahol egy sincs. Ezeket az erőforrásokat koncentráltan lehetne egy-egy városrészbe, kerületbe irányítani, a kerület és a főváros együttműködésében, és elérni azt, hogy felpezsdüljön olyan kerületek kulturális élete, ami ma lehet, hogy nem annyira pezsgő, mint a belső kerületeké. Én ebben nagyon hiszek, Budapest ne érjen véget a körútnál. Én ebben nagyon hiszek, és ezt nem csak a közlekedésben, hanem még a kultúrában is egy célkitűzésemnek tartom. Az állatvédelem a programomnak egy nagyon kiemelt eleme, most is zajlik egy állatvédelmi petíciónk, amit köszönöm, hogy alá tudnak írni, a honlapomon elérhető. Ugye voltam az Illatos úton sajtótájékoztatót tartani épp a minap, és megfogalmaztam azt a kritikát, hogy hát ha valahol tetten érhető az, hogy az ígéretek és a valóság között Karácsony Gergely elmúlt 5 évében mekkora különbség van, az ez a téma. Ugyanis volt egy nagyon részletes programvállalása a főpolgármesternek, amiből semmit nem valósított meg, de szó szerint semmit. Ivanítási programok, tájékoztatási programok, menhelybővítés és így tovább. Azt a példát mutattam be, hogy az Illatos úton ma egész Budapestre 29 férőhely van segítségre szoruló utcán talált macskák segítésére. 29. Tudják, mennyi volt Tarlós István utolsó évében? 29. Semmi nem történt. Na most nyilván arra, hogy miért nem épült 10 új villamosvonal, vagy miért nem épült meg a 3-as metró Káposztásmegyerre,
értem, hogy a kormányra mutat a főpolgármester, és nyilván nagy beruházásokban a kormány nélkül nehéz előrelépni. De ugye azt nem gondoljuk, hogy plusz 50 darab macskakenel is Orbán Viktor miatt nem sikerült az illatos útra elhelyezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a pártpolitikai logika, ami Budapestet foglyulejtette, azt jelenti ma, hogy csak azzal foglalkoznak, ahol lehet mutogatni a másikra. Ha dolgozni kéne és nem lehet mutogatni, az már nem érdekes. Én ezen szeretnék változtatni. Azon szeretnék változtatni, hogy így működik ez a városháza ma Budapesten. És az állatvédelem ennek egy fontos területe. Szeretnénk egy új állatvédelmi központot és menhelyet létrehozni, mert az illatos úton az állapotok méltatlanok. Szeretnénk bevezetni egy olyan rendszert, ahol van éjjel-nappali állatorvosi ügyelet egy ilyen menhelyen, tehát ha egy elütött állatot bevisznek, akkor tudnak neki segíteni, ha ez lehetséges nyilván. És egy olyan ivartalanítási programot indítani, amivel az utcán élő egyre nagyobb kolóniában szaporodó állatokat, akiknek azért ez nem egy kedvező életlehetőség, hogy egy forgalmas út mellett élnek, ezeknek a szaporodását meg lehessen állítani. Évente 80-100 kölyökkutyát és sok száz macskát találnak így Budapesten, jó lenne ezen változtatni. Én általánosságban azt gondolom, hogy az állatvédelem ügyében Budapesten példát kellene mutatnunk az egész országnak. Egyértelműnek kéne lenni, hogy állatvédelemben a legjobb gyakorlatok, a legjobb minták, a legjobb működés az itt van ebben a városban, hiszen a fővárosnak erre minden lehetősége adott, és talán itt van a legnagyobb számban és koncentrációban állatot tartó és állatot szerető, mármint házi állatot, kis állatot tartó emberek közössége. Szerintem érdemes az, hogy erre odafigyeljünk. Végül a programomnak egy fontos eleme, sok támogatást és sok kritikát is kaptam amiatt, hogy szeretném a budapesti 11 éve bezárt vidámparkot pótolni. Nem azt állítom, hogy közpénzből az utak helyett erre kell költeni, hanem azt állítom, hogy magánforrásokat erre be lehetne vonni, lehetne erre helyszínt találni, ugye Északcsepelt neveztem meg, de akár más rozsdövezetekben is helyet kaphatna ez. És ha Bécs el tud tartani egy Prátert, vagy ha Barcelona el tud tartani egy Tibidabót, akkor Budapest is el tudna tartani, főleg az ideérkező turistákra is számolva, egy európai színvonalú vidámparkot. Szerintem, ha nem vagyunk képesek ekkorákat álmodni ebben a városban, és tenni érte, hanem mindig leragadunk ott, hogy hát már kátyúzni sincs pénz, akkor tényleg ez a versenyt valójában feladtuk. Európában a városok egymással versenyeznek. Közép-Kelet-Európában is versenyeznek. Varsó, Prága, Pozsony elképesztő léptékben fejlődik. Budapestnek nem folyamatosan a cipőórunkat nézve azon kell méltatlankodnia, hogy most éppen milyen posztokban veszett össze egymással a kormány és a főváros, hanem kell olyan fejlesztési víziókat megfogalmaznunk, amivel akár külföldről is be tudunk fejlesztési tőkét vonni a város érdekében, a városlakók számára hiányzó funkciókra. Én ennek egyfajta mintájaként tekintek a vidámparkra. És talán ez azt is segít megérteni, hogy mégis miért mondom azt, hogy a programom reális. Hiszen vannak benne nagy vállalások, és én is gondolom, hogy mindent egy ciklus alatt meg lehet csinálni, de azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen víziónk, amihez a napi munkát igazítani lehet. Hogy ne feladjuk egyből, hanem igenis számoljunk azzal, hogy Budapestet lehet és kell fejleszteni. Éppen ezért szerintem fontos az, hogy azt a szemléletet behozzuk, ami ezt mutatja. És honnan lesz erre forrás, erre többféle válasz van. Egyrésztről azt gondolom, hogy nem árt az, hogyha a nem kifizető helyként működnek a fővárosi cégek. Ugye ma azért az a helyzet, hogy volt miniszterek, volt mindenféle politikusokkal, van telerakva az összes fővárosi cég, még olyan cégeknek is kifizető helyként igazgatóságai működnek, mint a gyógyfürdő, ahol nyilván szükség van arra, hogy sok főből álló igazgatóság felügyeljen pár darab uszodát és fürdőt. És azt látom, hogy ugye Draskovics Tibor ennek, mint a BKK igazgatósági elnöke talán mintája, de azért korábban se volt ez másképp, mondjuk Papcsák Ferenc volt zuglói polgármester és fideszes országgyűlési képviselő is ott ült a BKK felügyelőbizottságának az élén. Ezt a gyakorlatot föl kell számolni, és pártemberek helyett szakemberekkel kell vezetni ezt a várost. Én ezt szeretném, ezt vállalom. Általánosságban azt állítom, hogy amikor azt fogalmazom meg, hogy pártpolitikai csatározások helyett valóban fejleszteni kell Budapestet, akkor az azt jelenti, hogy a folyamatos mit, miért nem lehet logikája helyett, amit hogyan lehet logikáját vezessük be erre. Hagyj mondjak egy példát, mondjuk az egyes villamost, ha megnézik, vagy a hármast, ott látják ezeket a füves vágányokat. Én amikor BKK vezérigazgató lettem, több nyugat-európai városban láttam ezt a példát, hogy füvesítik a vágányokat azért, mert kisebb a zaj, kisebb a rezgés, kisebb a por, jobb a városnak. Zöldebb is tőle a város. Elkezdtük volna ezt bevezetni, teljes ellenállásba ütköztem. Mindenki elmondta, hogy ezt így nem lehet locsolni, ki fogja nyírni, a főkert nem mehet a vasúti pályára, mert nincs engedélye, a BKV életében nem nyírt le egy füvet, úgyhogy köszöni, ezt ő nem szeretné. Ment ez az egymásra mutogatás, a városháza is azt mondta, hogy ez csak drágít, nehezít, ki fogja fenntartani, felejtsük el. És átvertük. Elértük azt, hogy végül egy olyan megállapodás jön létre, BKV, főkert, városháza, BKK, hogy azóta is van locsolórendszer, van fűnyírórendszer, vettünk új fűnyírógépet, és működik.
és mind a mai napig füves a vágány az egyesen, a hármason és a többi helyen. Erre a szemléletre van szükség. Épp néztem most az Asztóriánál ezt az új zebrát, amit életemben ilyen lassan épülő zebrát nem láttam, biztos azért csinálják ilyen lassan, hogy a választásra készüljön el. De konkrétan a zebra mellett az látszik, hogy megint ilyen óriási burkolt szigetek jönnek létre. Tehát miközben mondjuk Őrsi Gergely a második kerületben folyamatosan töri föl ezeket a szigeteket azért, hogy oda tulipánokat ültessen, most a vadonatújon a létrejövő járda szigetet is sikerül leaszfaltozni, ahova senki nem megy, és aminek egyébként semmi funkciója nincs. És én már nem voltam ott, de hallom a beszélgetést a Városházán, hogy hát a Főkert nem akarja karbantartani, a Budapest közút nem akarja lenyírni, eleve csak a macera van vele, hagyjuk a francba, aszfaltozzuk le. Ez a szemlélet. Tehát amit miért nem lehet helyett, amit hogyan lehet szemléletét, meg kell honosítani Budapesten. A mindenre nemet mondás helyett, ahol minden beruházás rossz, bárki bármit fejleszteni akar, az rosszat akar, Budapest mindig mindennek egy áldozata, kizárólag az áldozat kommunikáció létezik, ahol mindig mindenki meg akarja ezt a várost erőszakolni. Ezt azért föl kéne váltania egy fejlesztésre igent mondó és a budapestiek érdekét képviselő, de a fejlesztési forrásokat bevonni akaró szemléletnek. Például a vasútfejlesztés erre jó példa volt. A folytonos panaszkodás helyett a rendszerben gondolkodásra van szükség, arra, hogy megkeressük azokat a pontokat, ahol együttműködésnek van helye. Hát csak egy példát mondjak, a szolgálati lakások kapcsán, ugye hát az egészségügy vagy az oktatás állami terület, de éppen ezért az állam is megszenvedi azt, hogy ma nem tud fölvenni elég tanárt vagy ápolót. Tehát az, hogy mondjuk rozsdövezetekben a város ilyen típusú bérlakás programot indítson, szerintem ebben lehet érdekközösséget találni még ezzel a kormánnyal is. Tehát én ilyen típusú együttműködések keresését szeretném, és a másokra mutatás és az országos pártpolitizálás helyett arra koncentrálni, hogy hogyan lehet forrást teremteni a városnak, együttműködéseket keresni magánszférával, Európai Unióval és Budapest valós fejlesztését elérni. A gazdaságfejlesztésben még kiemelném azt, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy Budapestet feltegyük Európa a gazdasági térképére. Ma a gazdaságpolitikája Budapestnek gyakorlatilag nincs. Annak ellenére, hogy a várost az iparűzési adóból tartjuk fönn, tehát minden egyes ide vonzott vállalkozás, az valójában adóbevételt termel a városnak, azzal, hogy hogyan lehetne idehozni egy olyan fejlesztőközpontot, gyógyszerkutató, innovációs műhelyet, mesterséges intelligencia központot, ahol mi Tallinnal, Varsóval, Berlinnel versenybe szállunk, ezzel ma nem foglalkozik intézményesen senki. A kormány csinálja ezt Budapesten kívüli területeire az országnak. Sok kritika is éri azt, hogy hogyan csinálják, hogy kell-e még egy autógyár, kell-e még egy akkumulátorgyár, ismerjük ezeket a vitákat, de egy elvitathatatlan, akármit is gondolunk ezekről a vitákról, hogy vidéken ez a típusú tőkebevonás, ez nagy erőkkel zajlik ma Magyarországon. Budapesten ezt a kormány nem fogja a város helyett elvégezni, már csak azért sem, mert itt nem ilyen típusú beruházásokra, hanem magas hozzáadott értékű innováción, az egyetemi világgal való együttműködésen alapuló kutatásfejlesztésre épülő gazdaságfejlesztésre lenne szükség. Én szeretném ezt meghonosítani, ezt a szemléletet, és ezáltal is forrást teremteni Budapest számára. Ebben a szemléletben készült el a programom. Ez, ahogy az előbb is mondtam, letölthető a vitezidavid.hu per program címen. Kérem, hogyha van idejük, kedvük, akkor ezt tegyék meg, töltsék le, olvassák el, sokkal több minden van benne, mint amit most végig tudtam mondani. És ha már itt a választások előtt vagyunk, hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy önök 5 szavazólapot fognak kapni, ha budapestiek június 9-én. Lesz egy európai parlamenti, ahol az országos pártpolitikai preferenciáikat elmondhatják, és valakit elküldhetnek a fenébe, valakit meg támogathatnak egyszerre, ahogy ez az országos választásokon lenni szokott, listás választás, lehet szabadon választani. Emellett lesz egy kerületi választás, kerületi polgármester és kerületi egyéni választókerületi jelöltekkel, ahogy ez lenni szokott, ebben én nem ártanám bele magam, és akit megválasztanak, az annyiban együtt fogok dolgozni főpolgármesterként. És a fővárosban pedig lesz egy listás választás és egy főpolgármester választás. Főpolgármester jelöltek közül 4 közül lehet választani, ebből 3 az, aki mondjuk érdemben esélyes. Az egyik a kormányszóvivő, aki nyilván a Fidesz és a kormány érdekeinek budapesti képviseletére szerződne, és nem a budapestiek képviseletére a kormányzattal szemben. Van a DK-MSZP konglomerátum jelöltje Karácsony Gergely, aki nyilván ugyanazt folytatná, amit most az előbb kritizáltam, ezt az országos pártpolitizálást, panaszkodást, folyamatos egymásra mutogatást, nagyon jó TikTok videókkal, meg nagyon sok kedves mosolyjal, de azért mégiscsak ez ennek a lenyomata ennek az 5 éves ciklusnak. És ehhez képest a harmadik ajánlatot fogalmazom meg én azzal, amit most itt ebben a prezentációban megpróbáltam önöknek összefoglalni. De, és itt érek el a nagyon fontos lényeghez, listás szavazás is lesz a fővárosban. A közgyűlést most már nem a kerületi polgármesterek alkotják majd, hanem fővárosi listák. 10 féle listából is választhatnak majd Budapesten.
Én azt kérem, hogy a főpolgármester jelöltként el tudom nyerni a támogatásukat és a bizalmukat, akkor ezt listán is tegyék meg, mivel a közgyűlésben arra lesz szükség, hogy ennek a programnak minél nagyobb képviselete legyen. A csapatommal, akiket itt látnak a képen, és a Vitézi Dáviddal, a Budapestért Egyesülettel és az LMP-vel közösen, számos szakemberrel, Budapesten már valamit az asztalra letett emberrel közösen kérjük a bizalmukat, és szeretnénk alternatívát állítani annak a típusú pártpolitikai csatározásnak, ami Budapestet az eddigiekben jellemezte. Tehát mindezekre alapozom azt az állításomat, hogy sokkal több van ebben a városban, és köszönöm meg a figyelmüket ehhez az előadás kapcsán, és adjunk teret arra, hogyha van kérdésük, akkor ezt feltegyék. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm. No, hát nagyon szépen köszönjük az előadást, meg az önöknek a figyelmet. Nagyon örülök neki, Dávid, így áll egy kortyot, mert hogy mindjárt folytatjuk a... kell neked is beszélni. Kérdésekre kerítünk sort, és hát az eddigi tapasztalataink azok voltak, mindig nagyon sok kérdés szokott lenni, úgyhogy most nagyon hangsúlyosan rossz zsarú leszek, és arra fogom majd kérni önöket, hogy a 3-1-es legyen a fő szabályunk. Ez a 3-1-es úgy hangzik, hogy egy kérdést, egy percben maximum, és egy mondat lehet, mert hogy tudom, mindenkiben nagyon sok, akár mondandó is kikívánkozik, csak sajnos kiszoktunk futni az időből. Úgyhogy mindenkit arra kérlek, hogy minél konkrétabban, célratörőbben, egy összetett, bővített mondatban tegye fel a kérdését, amire utána Dávid tud válaszolni. És akkor azt fogjuk csinálni, Henny fogja körbe hordozni a mikrofont, úgyhogy kérem, hogy kézfeltartásra jelezzék, és területenként fogunk haladni, hogy itt ne kelljen nagyon cikázni a Henninek a sorok között. Úgyhogy először ezt a blokkot kérem. Mindenki sorra fog azért kerülni reményeink szerint, hogyha ezt az általam kért 3-1-es szabályt betartják. Tehát magyarán az, aki egy kérdést föltett, és aztán később tovább mennünk, azért vissza fogunk tudni menni, de szeretnénk azért azt, hogy minél inkább mindenki szóhoz juthasson. Na, tehát akkor kezeket azért a magasba bárki, akinek most már kérdése van, és aztán meglátjuk, hogyha innen lehet indulni, akkor már indulunk is. Henning, légy szíves. Köszönöm szépen a szót. Hát én a 15. kerületben lakom Újpalotán, és hát ott tapasztalom a napi szintű közlekedés, ugye belvárosban úgy a busz jártók kapcsán, hogy eléggé zsúfolt. Olyan kérdésem lenne, hogy várható-e a jövőben akár a 4-es metró meghosszabbítása Újpalota irányába, tehát abban a külső körületedre, illetve hogy a 69-es villamos vonalán érkezni fognak-e majd alacsony padlós villamosok. Most is van egy kettő, de azért a TV 6000-esek nem a legjobbak manapság. Köszönöm szépen. Igyekszem gyorsan reagálni. Kezdjük hátulról. Ugye azok a KAF villamosok, amiket még 2014-ben, 10 évvel ezelőtt rendeltünk meg Budapestre, azok, amik az alacsonypadlós szolgáltatás bővítését az elmúlt években, akár itt a 14-esen, akár a 69-esen lehetővé tették. Ezekből érkezni fog még idén ősszel 50 darab, az utolsó része ennek a tendernek és szerződésnek. Az még tud a helyzeten javítani, de bele kell kezdeni a következő új nagy villamosbeszerzésbe. Én a programban azt vállaltam, hogy egy legalább 100 darabos villamosbeszerzést el fogunk indítani a következő ciklusba, és ezt szeretném is teljesíteni és megvalósítani, uniós forrásokat erre bevonni. Az eddigiek is nagyrészt uniós forrásból történtek. És biztos, hogy akkor a 69-esre is kell többnek jutnia. A 4-es metró kapcsán ott én óvatosan fogalmaznék, és biztos itt Újpesten a kérdés fel fog merülni, hogy elébe is megyek a 3-as metró Káposztásmegyeri hosszabbítása kapcsán is. Az a helyzet, hogy ezekre a nagy metró hosszabbításokra nyilván Budapestnek akkor is annyi pénze van és lesz, amennyit erre a kormányzattól, uniós pénzekből, de hát az is a kormánytól jön valójában, meg lehet szerezni, el lehet hozni. Ebben én azt, hogy most itt egyszerre 3-4 metróprojektet mondjuk a következő években megkezdjünk, ezt nem látom reálisnak. A következő évek uniós pénzei már föl vannak osztva, azok egyébként szerintem nem helytelenül a legrosszabb állapotú hévek rendbetételére és villamosfejlesztésekre szorítkoznak. Én szeretnék több pénzt szerezni még a városnak uniós forrásokból, de most metrókat ígérni itt a következő évekre, az szerintem kívül áll a realitáson. Ezeket a dolgokat életbe kell tartani, minél inkább meg kell tervezni. Készenlétben kell lenni, hogyha van pénz, vagy lehet uniós pénzt szerezni, akkor minél hamarabb ott legyünk a rajtvonalnál. Ami pedig a Tököli úti Újpalotai tengelyt érinti, ott szerintem rövid távon egy a mainál sokkal jobb busztenger is van egyébként, de busztengelyt lehetne létrehozni, hogy ne az az össze-vissza cikázás legyen, hogy a busz kimegy, beáll a dugóba, kisorol, besorol, szórakoznak ott egymással, hanem egy rendes buszkoridort csinálni középső megállókkal, végig előnybe részesítve a mainál sokkal gyorsabb és színvonalasabban, és a zsúfoltságot feloldani. Ugye Újpalotán is igaz az, hogy ezzel a járatritkítási csomaggal kiritkították lényegében az összes járatot, a 7-et, a 8-et, a 133-et. Teljesen abszurd volt ott, hogy Zugló vasútállomásnál, vagy a Róna utcán, Tisza István téren, Róna utcánál be se tudta csukni az ajtókat a busz, én is sokszor láttam ezt.
De még úgy, hogy most ezt visszavonták is, azért elég kritikus tud lenni a helyzet sokszor. Tehát itt szerintem lenne értelme akár dupla csuklósokba elgondolkodni, vagy érdemi nagy kapacitás bővítést csinálni. Nyilván a buszhálózattal sokkal gyorsabban lehet jekkorákat fejleszteni, mint új kötött pályával. De attól még nem kell a kötött pályát feladni. Ez ugyanolyan, mint amikor Káposztásmegyeren azt mondom, hogy első körbe küzdjünk meg a vasútállomásért, amivel azért bent lehetne lenni a Nyugatiban negyed óra alatt, de tartsuk ébren, és legyünk mindig készen létben a 3-as vagy a 4-es metró fejlesztésének terveivel is. Köszönjük szépen a választ. Akkor még mindig errefele nézek elsősorban, hogyha van esetleg magasba emelkedő kéz, akkor a hölgynek itt az elsősorban. Én is Káposztásmegyeren élek, szerintem a vasúti megálló az tökéletes, mert sokan attól félnek, hogy ugye egy metró megálló oda vonza azokat is, akiket itt a Nyugalom szigetén nem annyira szeretnének látni a lakók, de egy vasútállomással viszont be lehet jutni 10 perc alatt a Nyugatiba, ami körülbelül fele annyi idő, mint ami most a metróig a villamossal tart. Én csak azt akartam kérdezni, hogy ki az, akit támogatna, vagy ki az, akit jó ötletnek tartana, mint Újpest polgármestere. Ravasz kérdés. Négy szemköl. Káposztásmegyer kapcsán teljesen igaza van a vasútállomás kapcsán. Itt az a szomorú hírem, hogy ennek a tervezését a BFK-ban mi elindítottuk, de Lázár János ezt leállította, tehát jelenleg ennek nincsenek megépíthető tervei ennek az új vasúti megállónak. Én mindenképpen azon leszek főpolgármesterként, hogy elérjem, hogy ez a tervezés újrainduljon, és aztán meg is valósuljanak ezek a tervek. Szerintem a budapesti vasúti hálózatnak az ilyen alacsonyan csüngő gyümölcsei, ezt ugye az angolban szokták mondani, hogy gyorsan elérhető, vagy nagy hatású, gyorsan megvalósítható sikerei közül a vasúti hálózaton Káposztásmegyer az egyik ilyen, amiben nagyon nagy eredményt lehetne elérni azzal az új vasúti megállóval. És korábban ugye volt a gondolom, hogy majd hogy férnek fel az emberek, de most már az emeletes vonatokkal szerintem ez se lenne olyan nagy probléma. Nyilván lehet, hogy nem lenne mindenkinek ülőhelye, de pont azért, mert nem egy olyan nagyon hosszú út, azért az, hogy a kis szekre ne lehessen ezekre az emeletes vonatokra állva fölférni, olyan helyzet biztos nem állna elő. Újpesten ugye hát egy vegyes helyzet van, az engem támogató LMP ugye része az ellenzéki összefogásnak Újpesten, és alpolgármestert is ad ebbe az együttműködésbe, itt is van alpolgármester úr, és nagy eredménnyel végzi a munkáját. Nemrég voltam a Kétfarkú Kutyapárt polgármester jelöltjével Újpesten tartani közös fórumot, és nyilván Wintermantel Zsolttal is korábban, aki újpesti polgármester volt, és most újraindul Fideszes színekben, volt módom együtt dolgozni, és például a Görgei felújítását annó itt a térségben azt ő harcolta ki, és az így indult el, amikor én a BKK vezérigazgatója voltam. Tehát én tényleg azt tudom mondani, hogy bárkit is választanak az újpestiek ebből a kínálatból, akkor én együtt fogok tudni vele dolgozni. És éppen azért, mert főpolgármesterként együtt is kell vele dolgoznom, engedjék meg, hogy most ebbe a ne szálljak be, és ez egy elvi alapú dolog, mert az összes kerületben ezt válaszolom, mert éppen azért, hogy bárkit is választanak, együtt tudjak aztán dolgozni vele a lehető leghatékonyabban, szerintem nem szerencsés, hogyha én ezekbe a kerületi meccsekbe annál jobban, mint hogy ezt ennyit elmondok, beszélnék. Köszönjük szépen. És akkor úgy látom, már meg is van a gazdája a mikrofonnak. Engem az 5. kerületből fújt ide a szél, szóval belvárosban vagyok érintett. És említette a Clark Ádám térrel kapcsolatban, hogy már harmadjára, negyedjére építenék át. Viszont a park az olyan parlagon hever, tehát már kitaposták a turisták, nincs semmilyen módon kihasználva, patkányokkal van tele ott a Gresham palota és a Lánchíd között, hogy ezzel kapcsolatban bármiféle terve van-e? Az a Széchenyi. A Clark, én az a budai oldalra mondom a körforgalom, az alagútnál. Bocsánat, rosszul mondtam, igen. A pesti oldalról beszélek. A Clarkot nem szabad újra átépíteni, ott ugye van egy viszonylag jó állapotú park, és ott a Barker Bazár felé első oldalon van egy felújított körforgalom, én az békén hajnám a Széchenyi térbe, egyetértünk. Szerintem azt át kell építeni, és az nem volt átépítve az elmúlt 30 évben. Ott a parkkal kéne valamit kezdeni. Igen. Az egy tipikus példája annak, hogy mennyire ez az autóközpontú és az embereket háttérbe szorító várospolitika mennyire nem találkozik a mindennapok valóságával. Ugye, ha megnézzük, akkor ott az Rínyi utca a Bazilika felől a Lánchíd északi járdája felé van egy teljesen kitaposott illegális útvonal, amin ugye az emberek átrohannak, fölmásznak a lépcsőn, átmennek a fák között, az ott ki is van taposva, majd aztán folytatják az útjukat a Lánchíd felé, és ezt turisták és helyiek is tömegével csinálják. Mi a fenéért nem csinálunk akkor ezzel végre valamit? Pontosan ez a kérdés. Én azt gondolom, erre voltak terveink egyébként. Ebből semmi nincs ott. Semmi nincs ott. De ott egy park így. Igen. Nem. Én azt gondolom, hogy azáltal, hogy a Lánchídon megtörtént ez a forgalomcsillapítás,
semmi szükség nincs erre az egész U-alakú útpályára, ami vagy ilyen kampó alakú útpályára, ami a Tudományos Akadémia, a Gresham és a Belügyminisztérium alatt előtt vezet. Nyilván most adó, hogy beleessen ezekhez az épületekhez menni, oda kell egy díszköves sáv, de egyébként én azt gondolom, hogy a Lánchídra fölhajtó 105-ös, 210-es buszok, azok nyugodtan, meg a taxik mehetnének, ugyanúgy, mint ahogy a lefelé jövő Pest felé, vagy Deák tér felé menő forgalom megy, tehát a szálloda és a, hát igen, ott a szálloda előtt elhalad, tehát ugyanúgy mindkét irányba, és akkor azt az egész területet, ami a Tudományos Akadémia előtt van, meg a Gresham előtt van, azt lehetne zöldíteni, színbe helyezni, és lényegében kiterjeszteni azt a meglévő parkot a Bazilika és a Tudományos Akadémia felé. Erre egyébként sok terv született, aztán sose valósult meg, ezt szerintem meg kell csinálni, és azért is kell megcsinálni, mert ma ez egy teljesen feleslegesen leburkolt terület ott a város közepén, hiszen azáltal, hogy a Lánchíd nem használható már a közúti forgalom, nem taxi és tömegközlekedési részének, vagy ha úgy tetszik, a Lánchíd egy buszsávként működik, én így szeretem hívni, ezáltal, hogy háromsávos felhajtója legyen, az nyilván elég felesleges, mert nincs már ott az a sorra, és nincs már ott az a forgalom, ami korábban ezt használta. Köszönjük szépen, messze kerültünk egy kicsit Észak-Pestről, de ez egyáltalán nem baj, viszont akkor ott a szemüveges fiatalembernek légy szíves, Henning, köszönöm. Köszönöm szépen. Én másodállásban buszvezetőként dolgozom, és ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem is. Az egyik, most egyelőre egy kérdés legyen, jó, hadd kérjem, és akkor majd vissza tudunk rá térni, csak hogy mindenkire jusson sor. Okay, és, annyi az első kérdés, vagy ez lenne a kérdésem, hogy említette többször is, hogy az észak, így a külső kereteket kell összekötni így expressz járatokkal, és hogy van-e esetleg erre már konkrét terv, hogy így mik ezek, hogy merre mennének, hogy közlekednének. A pólódból is levettem, hogy lehet közelebb buszközlekedéshez Budapesten. A javaslat arra vonatkozott, hogy én azt látom, hogy Budapesten a közösségi közlekedésben jellemzően a külső kerületek között áll elő legtöbbször az a helyzet, hogy a Google-be, hogyha beírjuk a két pontot, akkor fele annyi idő autóval, mint tömegközlekedéssel. Azért a belvárosban reggel befelé a legtöbb területről versenyképes időben a közösségi közlekedés. De egyre többen vannak, akik külső kerületek között mozognak, a munkahelyek egyre inkább szétszorodnak a városban, ez egy valahol természetes folyamat a 21. században. Tehát szerintem az, hogy több olyan buszjárat legyen, ami gyorsan összeköt külső kerületközpontokat, akár igénybe veszi az M0-ast is, a budai alsórakpartot, a nagy úthálózati elemeket, szerintem ez fontos lenne. Ugye itt mondjuk ebben a térségben van ez a 204-es, ami átköt Békásmegyere és Újpest központ, Rákospalota között, de hát ugye minden Körtefánál megáll, ez egy ilyen lassabb járat, jó, hogy van, de például itt is egy gyors járat sokat tudna segíteni, azt gondolom, hogy akár Pestimrét vagy Rákoskeresztúrt összekötni Újpesttel az M0-ast segítségével, gyorsjárattal lenne értelme, akár a budai alsórakparton Óbuda Békásmegyer térségét átkötni Dél-Budával lenne értelme. Nyilván az lenne jó, hogy ezek mind kötött pályán mennének, de egyrészt nem is minden relációban van ekkora forgalom, meg hát a buszokkal lehet kísérletezni. Próbáljuk ki, nézzük meg, ha van rajta utas, akkor megmarad, ha nincs erre igény, vagy nem tud elég versenyképes lenni, akkor nem kell szégyelni, hogyha ezt korrigáljuk. A busznál ez a legegyszerűbb, hogy ezt lehet korrigálni, lehet javítgatni, de szerintem az, hogy ezekben a relációkban létrehozunk olyan express járatokat, amik gyorsan átugrálnak a nagy kerületközpontok között a külvárosba, erre lenne piac, erre lenne fogadókészség, és ma ez hiányzik a budapesti közösségi közlekedési kínálatból jellemzően. Köszönöm szépen a választ. És akkor nézem, hogy van-e még ebből a blogban most új kérdezőnk, a hölgynek ad ide, légy szíves, Henny, aztán majd tovább megyünk, és majd jövünk vissza. Köszönöm. A P+R-es parkolókkal kapcsolatban, ami általában sokszor szóba kerül, de konkrétan van-e terv arra, hogy például az északi részen hova lehetne ilyet építeni, és milyen közlekedési útvonalra tudna ez ráépülni? Villamos, vagy vonat, vagy busz? Első körben hagyj kezdjem azzal, hogy a P+R-nek ott van jó helye, ahol lehetőleg a lehető legközelebb van azokhoz az emberekhez, akik használják és akik ott laknak. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ahelyett, hogy bevonzuk a Budapestre az agglomerációs autóforgalmat, minél inkább és amennyire csak lehet, az agglomeráció vasútállomásainál kellene P+R-eket létrehozni. Nyilván Budapest ezt egyedül nem tudja megtenni, legfeljebb kezdeményezni tudja. Engem nagyon elszomorít az, hogy elindult akár csak ebben a térségben, például változott egy nagy P+R parkolóház tervezése a vasút mellé, de ezeket is a Lázár-féle beruházás leállítás elsodorta. Én bízom benne, hogy ezek előbb-utóbb újra napirendre kerülnek. Itt a térségben én két helyszín neveznék meg. Az egyik az előbb megbeszélt Káposztásmegyeri vasútállomás, aminél azt gondolom, hogy lehetne az M2-es M0-ás felől egy olyan megközelítési lehetőséget létrehozni, ahol ott egy olyan P+R kapacitás létrejöhetne, ami Újpest központ helyett ott minél kiebb, nyilván úgy, hogy a lakótelepet ne zavarja, föl tudna fogni forgalmat, illetve Rákospalota Újpestnek itt a felújítási terveiben is szerepelt egy nagy kapacitású P+R a mostani fémtelep, szeméttelep helyén. Tehát szerintem ennek is lenne helye.
Nyilván ezekbe a kötött pályás nagy beruházásokba lehet, azokba beillesztve lehet megcsinálni, én ezt is tartanám helyesnek. Azt, hogy Újpest központban, a metró végállomásnál ilyesmit építsünk, szerintem Újpest központ ez túl belvárosi, túl értékes hely, ide behozni ilyen autóforgalmat és P+-szert, az szerintem távlatilag nem helyes. Köszönjük szépen a választ. Van-e még ebből a blokkból új kérdezőnk? Ha nincsen, akkor jövünk középre, jó? És akkor a jobb szárnyat is sem végeztük, még ki fogunk visszajönni, de egy picit itt kalandozunk. Én nekem a kerékpárutakkal kapcsolatban lenne kérdésem, nem vitatva azt, hogy szükség van rájuk. Én azt gondolom, hogy nem ebben a formában, ahogy itt elkezdték ezeket a sárga utaknak a festegetését, hogy ezzel kapcsolatban mi az elképzelése, hogy hogyan valósítaná meg másképpen esetleg. Szerintem ilyen típusú társadalmi konfliktusok nélkül tudtunk kerékpáros infrastruktúrát fejleszteni, akár itt Újpesten is, amikor például a Fóti vagy a Görgei rekonstrukciója elkészült, ott jelentősen javult a kerékpáros infrastruktúra, ez még abban az időben volt, amikor én a békeket vezettem. Tehát szerintem lehet ezt kevésbé konfliktusos módon csinálni. Nekem van kritikám például a Vácin bevezetett új forgalmi rend kapcsán. Ez egy ilyen kapkodó, gyors megoldás volt, fél megoldás volt. Ugye ezt a városvezetés szereti úgynevezett taktikai urbanizmusnak hívni, ami ilyen bikfa nyelven azt jelenti, hogy gyors megoldással hoznak létre valami újat. Ez a fogalom ez onnan ered egyébként, hogy New Yorkban a Times Square-t, a világ leghíresebb terét lezárták az autóforgalom elől, és politikailag ez úgy volt felvállalható, hogy ideiglenes megoldással csinálta meg a New Yorki városvezetés, lezárták ilyen korlátokkal, hoztak a helyi obiból kerti székeket, asztalokat, dézsás növényeket kirakták, és azt mondták, hogy nézzük meg pár hétig, hogy milyen, ha jó, akkor marad, ha nem, akkor megy. Jó lett, az emberek imádták, szerették, ez nyilván a világ egyik legnagyobb gyalogos forgalmú tere, és aztán megcsinálták állandóra, ledíszkövezték, elültették a növényeket, meg lett. És attól taktikai, hogy hát kipróbáljuk, és aztán megcsináljuk. Csinál ilyeneket Budapesten több kerület is egyébként, mondjuk a 8. kerületben több ilyen volt, hogy fél évre leszűkítették, és ha bevált, akkor utána zöldítették. Na de az, hogy megcsinálják, lekarózzák az egyik sávot, majd úgy hagyják évekre, és azt mondják, hogy ez akkor kész van, az nem taktikai urbanizmus, hanem igénytelenség. Én ezt kritizálom, szerintem nem is biztonságos a kialakítás, tehát az, hogy a Vácin az újlipótvárosi csomópontoknál beleküldik a darálóba a kerékpárosokat, és egyszer csak a jobbra kanyarodó autósávok megjelennek a kerékpárúton, ez nem egy jó megoldás. Tehát én mindenképpen ennek a teljes felülvizsgálatát szeretném, ez része is a programomnak, azzal, hogy ahogyan is erre utalt, nyilván én pártján vagyok annak abszolút, hogy a kerékpározás lehetőségeit bővítsük Budapesten, de ennél átgondoltabban kéne ezt csinálni, mint ahogy ezt az Ülőim vagy a Vácin sikerült. Köszönjük szépen. Akkor megint csak középen, innen zöldnek tűnik a pólója úriember. Köszönöm. Szerintem fontos lenne az egyes villamos példája mutatja, hogy nem csak tehát az egyes villamos vonalának a megállóit rendbe tegye az önkormányzat, mert jelenleg nagyon borzalmasan néznek ki. A BKK bérlethez, vagy egyéb országbérlethez oda-vissza lehessen venni kiegészítő bérleteket, szerintem ez is fontos lenne. Az első hajtós felszállás felülvizsgálata egyes járatokon, és szerintem a Trafipax büntetések egy részét, vagy egészét az önkormányzatokhoz kéne folyósítani. Hadd legyek gonosz, igen, hogy a kérdés, ahogy igen. Kérdem, hogy a kérdés. Már csak egy fél mondat, és ebből akár egy önkormányzati állatmentőt lehetne csinálni, mint német nagyvárosokban, hogy valaki talál egy madarat, vagy egy kutyát, vagy macskát, akkor ne a Facebook csoportba kelljen írogatni, hanem... Tehát ebből a Trafipax büntetésekből szerintem egy állandó ingyenes orvosi, állatorvosi ügyeletet is lehetne létesíteni. És még egy záró megjegyzés, mondjuk szerintem a vidéki kis települések, ahol óriási a munkanélküliség, meg a pénzszegénység, szerintem a Trafipax büntetésekből akár még egy 50%-át is kiadhatná a büntetések összege a fenntartását, az önkormányzat ebből tudná biztosítani. Jó, köszönjük szépen. Igen. Kérlek válaszol. Igen, csak hadd bocsánat, annyit hadd mondjak el, vagy szívem van mindig, de hogy minél inkább kérdések legyenek, ahogy ezt kértem is az elején. Igen, az egyes villamos megállóit ugye 10 éve újítottuk föl. Szerintem annak jó példái, hogy mennyire nem... Nincs ma meg a karbantartás kultúrája a városban, és ez nyilván kritika a BKV meg a Városháza felé, de azért valamelyest kritika a használók felé is, mert sokszor nem becsüljük azt, ami létrejött.
Nekem egyébként a legrémisztőbb példa nem is az egyes villamos, hanem a Kelenföldi aluljáró, ami a négyes metró részeként létrejött szintén 10 éve. Most olyan viszonyok uralkodnak, tényleg hegyekben áll a szemét, a kosz, látszik, hogy nem volt rendesen kitakarítva évek óta, nem működnek a mozgó lépcsők, nem működnek a liftek. Hogy lehet ilyen állapotokat fenntartani egy 100 milliárdokra épült új metrónak az egyik legfontosabb állomásán? De nyilván én is látom az egyes villamos megállóinak a problémáját, azért ott inkább nagy takarításra van szükség, szerencsére nem szerkezeti átalakításra, tehát azok a nagy beton tetők azért azok még állnak jó pár évtizedet, de arra valóban szükség lenne, ezzel egyetértek. A kiegészítő bérlet az, értem, föl kell majd vetni, ugye eleve ez az egész megállapodás szerintem, ami létrejött, ez nyilván mindenki örül neki, mindenkinek jó, hogy olcsóbb lett a bérlet. Azért azt én még nem látom, hogy ezt a veszteségét a BKK-nak hogy fogjuk kitermelni majd. Ugye Karácsony Gergely azt a nagyon szimpatikus megoldást választotta, hogy az első érdemi elszámolásról kiderül, hogy mennyi bevétel esett ki, az novemberben lesz. Úgyhogy egyelőre mindenki próbál a darabszámokból tapogatni, és abból az látszik, hogy ilyen havi 1,5 milliárd körüli bevétel kiesése van a BKK-nak a vármegyebérlet deal révén. Most ugye, ha ezt valaki nem pótolja vissza, vagy az állam nem pótolja vissza, akkor ennek a vége az lesz, hogy a közösségi közlekedés sokkal rosszabb helyzetbe kerül, mint volt. És azért valójában ennek a bevételkiesésnek a legnagyobb része az agglomerációban jelentkezik, hiszen ott lett fele annyi a vármegyebérlet révén a bejárás költsége. Tehát valójában Budapest keresztfinanszírozza azt, hogy az agglomerációból olcsóbb legyen bejárni. Tehát amellett, hogy én ennek a megállapodásnak az értékeit szeretném megtartani, de azért a pénzügyi dolgokat itt szerintem újra kell majd tárgyalni, mert Budapest nem húzhatja ebben a rövidebbet. Most nyilván ennek kapcsán lehet azt kinyitni, hogy a bérletek kombinálása hogy megy. Egyébként ebben szerintem nagyon zavarosak a szabályok. Tehát én a múltkor próbáltam kikeresni azt, hogy el lehet-e menni a vármegye bérleteket összeillesztve egy Intercity-vel Budapestről Szegedre. Találtam két szabályt, amik egymásnak ellentmondanak, aztán inkább nem kísérleteztem, mert nem akartam ebből balhét. De nem egészen egyértelmű, hogy a vármegye bérletek illeszgetése az pontosan milyen szabályok szerint működik. Bocsánat, nem is a bérletek, az még egyértelműbb a vármegye napi jegyeknek az illesztése pontosan milyen módon történik, az nem egészen koherens szabályozás veszi ezt ma körül. De egyébként a céllal egyetértek. A trafipaxok kapcsán ott már a szabályozás egyértelműen az, hogy ez a központi költségvetés bevétele. Tehát ezt a kormány tudná megváltoztatni. Szerintem az önkormányzatok közül kevés van, aki nem értene egyet a javaslattal. A kormány meg valószínűleg nem értene egyet. Én ezzel egyetértek nyilván, de ez egy központi kormányzati hatáskör. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a közlekedésbiztonság, minden egyes megmentett élet, az van olyan fontos, messze van olyan fontos, hogy nekünk trafipaxok kihelyezését akkor is érdemes kezdeményezni, azért tenni, hogyha ennek a bevételei az államnál csapódnak le. Ugye ebbe voltak nagy ígéretek az Árpád-hídi baleset után, de nem történt semmi. Tehát én azt gondolom, hogy ebben tempót kell váltani, és bővíteni kell a budapesti gyorshajtás mérésére alkalmas eszközök kihelyezését. Szerintem a főutakon ennek van helye, erre van szükség. És egyébként én azt gondolom, hogy automatizált szabálysértés ellenőrzésre a buszsávok használata és a piros lámpákon való áthaladás kapcsán is szükség lenne Budapesten, ma ugye ezek nagyon, nagyon minimálisan történnek. Köszönjük szépen. És akkor haladunk tovább, továbbra is, hadd kérjem az egy kérdés szabályt. Hagyjuk meg másnak is ugye a kérdés örömét, hogy esetleg, ha ugyanazt akarja föltenni, mint ami az önök második kérdése lenne, akkor legyen a lehetőség. Hallgatjuk. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy hogyan tervezi a főváros, a kerületek és az agglomerációban a fővárossal határos önkormányzatok együttműködését javítani. Például olyan kérdésekben, hogy a vasútmenti pálya tisztán tartása, ami ugye a vasúti pálya az egy külön telekkönyvön van, de a szemetet általában nem a vasút rakja le, hanem a kerületben élők. Ugye ma a pályavasút gyűjti össze, és az önkormányzatok nem vesznek részt ennek az eltakarításában, a költségekben sem. Vagy a másik ehhez kapcsolódó szintén az együttműködést. Ajaj, ez már két kérdés. Ami például Újpesten... Nem, megkérdeztem, hogy ráér ez a kérdés, és akkor meg vissza fogunk rátérni. Nem, mert csak a hölgy beszélt a kerékpárútról, és ahhoz kapcsolódna. Akkor nem. Is azt kérném, hogy akkor... hadd válaszoljon Dávid az elsőre. Tudom, hogy én egy ilyen rozsarú vagyok most, de hadd válaszoljon erre, és majd vissza fogunk menjünk kérni. Még egy kör, csak múltkor Csepelen volt, aki kimaradt, úgyhogy igen, volt, aki kimaradt, és utána komoly sértődés van, ezt most itt szeretnénk elkerülni. Három kerülettel összeveszni, az nagy baj lenne. Szóval általánosságban azt gondolom, hogy itt nagyon sok teendő lenne, ebben van, amit a főváros el tud érni, van, amit nem. Budapesten szerintem óriási probléma az, hogy
Valójában az, hogy hol van a város határa jogilag, és hol van a gyakorlatban, ez teljesen elvált egymástól. Valójában Budapest egy olyan metropolis régió, amiben 3 millió ember él. Ha megnézzük, akkor nagyon kevesen, ugye folyamatosan nő az agglomeráció lakosság száma, és bár nyilván nagyon jó hely néhány agglomerációs település, de azért az emberek nem azért költöznek a központi régióba, mert Ecserre vagy Dunakeszire vágynak, hanem ez Budapest kiterjesztett gazdasági régióját keresik, és azért költöznek oda. Tehát valójában Budapest funkcionálisan egy 3 milliós várostérség, rengeteg összefüggő problémával és üggyel, és ma semmilyen olyan akár választott, akár intézményes keret nincsen, ahol ezek a szereplők valóban egymással nem egy havi egy pogácsázás erejéig, hanem intézményesen együttműködnének. Tettünk erre kísérletet a BFK-ban, de nyilván az kormányzati oldalról volt, és látszik, hogy a kormányzat érdeklődése az nem tartott kellő ideig. Ugye választott regionális politika nincs Magyarországon. Szerintem nem lenne baj, ha lenne, de ez nem egy, hogy mondjam, nem egy aktuális kérdés, ma meg nyilván alaptörvényt, alkotmányos rendet érintő kérdés. De azért azt gondolom, hogy itt a szereplők tudnak egymásért tenni, de azért enélkül nagyon korlátos, hogy mennyit. Már csak azért is, mert az agglomerációs települések maguk állnak, és úgy nem alkotnak egy nagyon összefüggő egységet, tehát nagyon nehéz őket így egyben meghitet. Tehát ugye az ember nem tudja, hogy ha az agglomerációval akar beszélni, akkor kit hívjon föl. Hanem egyesével lehet településekkel beszélni, ők nekik nyilván megvannak a sajátos ügyeik, ezek nem is annyira nagy önkormányzatok minden esetben, nem is minden szakértelem áll náluk rendelkezésre. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, és valójában az agglomeráció legtöbb nagy ügyét, a közlekedést például, azt meg az állam menedzseli, akik pedig nyilván kormányzati logikán és sokszor nehezen megközelíthető módon teszik ezt. Ettől még én nem feladni szeretném ezt, csak azt mondani, hogy azért egy nagyon nehéz közigazgatási környezet van. Ami az ön konkrét kérdését illeti, ott pedig azt gondolom, hogy nyilván a köztisztaság terén általánosságban is van teendő, nyilván a MÁV azért a saját területein fölgyülemlő szemétér felel, mint a terület tulajdonosa. Én itt azt gondolom, hogy a fejlesztéseknél jobban napirendre kell azt venni, hogy ahol lehet, lekerítsük a vasúti pályát. Tehát azért az a fajta logika az Európában már nem dívik, ahogy a MÁV működteti ezeket az egyébként sűrűn lakott területeken is átmenő vasúti pályákat, hogy szabadon az járkál át, be, ki, föl, le, aki és ahol akar. Hát Rákospalota Újpestnél mondjuk tényleg az nem egy transzeurópai vasúti koridorra emlékeztet, hanem egy ilyen közparkra, hogy ott mindenki ott megy át, meg ott sétál a vasúti pályán, ahol szeretne. És nyilván értem, hogy miért sokan ott mennek át, meg hogy milyen állapotban az a felüljáró, azt tudjuk. De nyilván, hogyha az egészet átfogóan fejlesztenénk, akkor ezért is lehetne tenni, hogy ne így nézzen ez ki, és akkor hirtelen a vasúti pályára bedobált szemét mennyisége is csökkenni tudna. Azért nyilván az ilyen városias bevezető pályákat jellemzően valamilyen kerítéssel leválasztják a Európa szerencsésebb felén. Köszönjük szépen. Az úr jelentkezik ott hátul. Egy kérdést engedünk. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy megkérdezem öntől, hogy a Tisza pártnak nincs főpolgármester jelöltje. Ön megfogalmazott teljesen korrektül a Karácsonyi úrral elég sok mindent. Miért nem áll a Tisza párt maga mellett? Ha igen, esetleg várható, hogy maga mellett áll, akkor mondjon valamit. Ha meg nem, akkor miért nem? Mert ön is tudja, hogy valószínű, hogyha a Tisza párt maga mellé állna, akkor nagyon nagy esélye lenne, hogy önt megválasszák. Valószínű így is lesz. Erre mondjon nekem valamit, mert szeretném megtudni, hogy mi az álláspontja a Tisza pártnak. Karácsonyi vagy ön? Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas politikai kérdések. Nem fogok tudni erre kielégítő választ adni, mert én sem tudom. Amit tudni lehet erről az, hogy a Tisza párt állított egy velünk konkurens fővárosi listát, amiben van egy közös pont, hogy mind a két ajánlat az a két nagy pártpolitikai tömbel utasítására alapszik. A mi ajánlatunk két ponton több az övéknél. Az egyik, hogy van főpolgármester jelöltünk. A másik pedig, hogy van egy részletes programunk, ugye náluk fővárossal kapcsolatos elképzelés egyelőre nem ismert. És még talán annyival is több, hogy a mi jelöltjeinknek az önéletrajza fotója minden elérhető, és ebben tegnap is ott voltak a Partizánban. Ugye a Tisza párt jelöltjeiről tényleg semmit nem lehet a fővárosban tudni, még az arcképük sincs kint a választási iroda honlapján, önéletrajzukat se ismerjük. Én tényleg azt se tudom, hogy kik indulnak ezen a választáson. Lehet, hogy ismernem kéne őket, de fogalmam sincs. Éppen ezért ilyen típusú együttműködésről se tudok beszámolni. Nem tudom, hogy mi lesz pontosan a Tisza párt álláspontja a fővárosban.
lesz főpolgármesterjelölti vita is, és lesz fővárosi, ha minden jól megy, lesz fővárosi lista vezetői vita is. Az ATV ma küldött megkeresést, én elsőként fogadtam el, ahol a fővárosban listát állító nagyobb erőket meghívták, Karácsony Gergelyt, mint a Demokratikus Koalíció lista vezetőjét, engem lista vezetőként, a Momentum és a Kutyapárt lista vezetőit, a Fidesz lista vezetőjeként Szentkirály Alexandrát és Magyar Pétert, a fővárosi Tisza lista vezetőt is meghívták, tehát ha máshol nem, ott azért ez ki fog derülni. Én azért azt látom, hogy köztük Karácsony Gergellyel nem túl harmonikus a viszony. Karácsony Gergely naponta támadja posztban a Tisza párt jelöltjeit mindenféle vádaskodásokkal, de hogy Magyar Péter vagy akár a pártja milyen fővárosi álláspontot foglal el, ezt én nem tudom interpretálni, mert én sem ismerem. Tehát ezekből a hírekből igyekszem én is tájékozódni. Még annyit hagyd mondjak azért, és talán ez fontos politikai alapállás, hogyha a közvéleménykutatásoknak hinni lehet, ez egy nagy ha, de ha hinni lehet, akkor a fővárosi közgyűlés az valahol egy ilyen új politikai helyszín lesz Budapesten és Magyarországon. Ugye, ha bejönnek a közvéleménykutatások, akkor azért arra lehet számítani, hogy a hivatásos ellenzéknek a pártjai, mondjuk úgy, hogy egy legitimitási válságba kerülnek az EP választás után, és ők ülnek ott a parlamentben Orbán Viktor ellenzékeként, és az új ellenzéki erők pedig ugye nem lesznek benne a parlamentben, hiszen olyan választás most június 9-én nem lesz. A fővárosi közgyűlés lesz az egyetlen olyan hely, ahol több új szereplő is megjelenik, ha bejut a Kutyapárt, ők is ott lesznek, valószínűleg bejut és ott lesz a Tisza pártnak az előbb általam említett listája, és ott leszünk mi is az LMP és a Vitézi Dáviddal Egyesület, Budapestért Egyesület közös listájának szereplői. És ez a három új erő, ez a közvéleménykutatások szerint együtt nagyobb lenne, mint akár a DK, akár a Fidesz Budapesten. Ez egy új politikai korszakot jelenthet, ami persze sok vitát, sok együttműködést, sok koordinációt igényel, de mégiscsak lehetővé teheti, hogy annak a két megszokott erőnek a harcát, amit 20 éve nézünk, hallgatunk az országban és persze Budapesten is, ezt magunk mögött tudjuk hagyni. Tehát én éppen ezért erre nyitottan nézem ezt a folyamatot, és az ő megjelenésüket is. És azt is gondolom, hogy ha egy új többség alakul ki Budapesten, annak új vezető is kell. Tehát az nem lehet, hogy a régi főpolgármester mellé van új többség. Ha új többség van, akkor új főpolgármester is kell. És ezt a fajta új középajánlatot, ezt a főpolgármester jelöltek közül egyedül én képviselem, és én tudom megtestesíteni. Tehát ezért mondom azt, hogy a fővárosi közgyűlésben többséget létrehozni ebben az új közgyűlésben a legnagyobb esélyem a jelöltek közül nekem van. Tisza párt támogatóit is arra biztatjuk, hogy szavazzanak Vitézi Dávidra, és a listára is egészen nyugodtan, ez nem számít megcsalásnak. Jó, kezeket a magasba, ki az, aki itt elől van egy, akkor mehet oda először, jó, rendben van, köszönöm szépen, nem láttam. Itt már szó volt a P plusz R parkolóról, én tudom, hogy te nem igazából vagy ennek a híve, viszont jelen pillanatban Újpesten ingyenes a parkolás. Ennek nagyon örülnek a dunakesziek, a gödiek, a 15. kerületben lakók, mert ugye átautóznak ide Újpest központhoz, vagy a környékre, vagy városkapuhoz, ott leteszik az autójukat, az ingyenes, mondjuk lakótelepen. Itt, ha vannak a Munkásotthon utcából, akkor bizonyára el tudnánk azt mesélni, hogy az év 365 napjából hány napon keresztül érkeznek haza úgy, esténként, hogy agyvérzés közeli állapotban vannak, mert nem tudnak leparkolni. És jól hangzik az, hogy... Bocsánat, hogy, hadd kérjem, hogy minél inkább igen, a kérdésre koncentrálva. Kérdés, hogy például én talán a BKK-nak a térképén láttam már azt, hogy fizetős övezet lesz Újpest, már ezelőtt mondjuk egy évvel, ehhez képest ingyenes, és oké, hogy megépül, meg megszépül a vasútállomás, de az mondjuk egy ilyen 5 éves terv kb., hogy az felépüljön, viszont itt egy mindennapos problémáról van szó, hogy az itt lakók nem tudnak leparkolni sehol, tehát mit lehet akkor ezügyben tenni a 76 fős városkapu P plusz R parkoló mellé? Köszönjük a kérdést. Hát Bécsben amiatt jutottak el odáig, hogy végül az egész város fizető parkoló lett, a lakók pedig nyilván a saját kerületükbe ingyen vagy kedvezményesen parkolhatnak, mert pont ez a hatás történt, hogy mindig bevezették a fizetőparkolást, és akkor a következő külső területen meg megjelent a P plusz R parkolás, és ott nehezítette meg a lakók életét. Ezért a bécsi városháza néhány éve húzott egy nagyot, és azt mondta, hogy a Bécs táblától minden parkoló időkorlátos és lakossági engedélyes. És itt a fizető szó helyett azért használom az időkorlátos, mert valójában itt nem az a kérdés, hogy Újpesten igazából van-e értelme automatákat kihelyezni és díjszabást bevezetni, hanem az, hogy olyan utcákban, ahol lakók szeretnénk előtérben részesíteni, ott lehet-e időkorlátossá tenni a parkolást, és azt elérni, hogy
egy meghatározott óraszámon túl ne lehessen ott parkolni, tehát a P plusz R célú használatot valamelyest kordába tartani vagy szorítani. Szerintem ennek lenne helye. És egyébként nem egy éve, hanem több mint 10 éve kezdődött ez a folyamat, mert arra a térképre Újpest a potenciális zóna kiterjesztés területeként 2013 körül került fel, még amikor a BKK-ban dolgoztam, tehát ez nem egy friss dolog, de azóta valóban Újpest önkormányzata nem döntött ennek a bevezetéséről. Én szerintem ebben egyébként létre kell hozni ezt a fajta terméket, vagy ezt a fajta struktúrát, ahol lehet úgy ilyen típusú parkolási rendszert bevezetni, hogy ahhoz nem kell automata, nem kell óriási beruházás. Általában is azt gondolom, hogy a budapesti parkolás működtetését újra kell gondolni, ez része a programomnak. Egy abszolút nem hatékony rendszer az, ahogy ez ma működik Budapesten, ahol a kerületek egyesével üzemeltetnek, mindenkinek megvan a maga automatás cége. Ugye tudjuk jól, hogy hát ki több, ki kevesebb sikerrel lép fel a korrupció ellen, ami ezt körüllengi a különböző kerületekben. Eleve kerületenként van igazgatóság, felügyelőbizottság, ilyen csapat, olyan csapat. Én azt gondolom, hogy a BKK alatt kellene központosítani a város parkolás üzemeltetését, és azt is gondolom és vállalom ezt az álláspontomat, hogy ezt az egész automatás logikát magunk mögött kéne hagyni. A magyar autósok pontosan tudják, hogy az autópályák hogy működnek, hogy vagy SMS-be elküldik a rendszámukat, vagy egy applikáción vesznek matricát, vagy ha mindenképpen cash-sel akarnak fizetni, akkor meg bemennek egy benzinkútra, és ott megveszik. Most ha Budapesten is a dohányboltokban, néhány olyan boltban, ami lottozóban lehetne venni bankkártyával, készpénzzel parkolási jogot a rendszámra, egyébként meg az autósok 96%-a úgyis mobilon vagy applikáción intézi, tehát a többség azért már ma is, és végképp, ha ez így lenne, úgy intézné, akkor ezt az egész automata hálózatot el lehetne felejteni. Mérhetetlen mennyiségű közpénz megy el ezeknek a üzemeltetésére, ürítésére, karbantartására, szoftvermenedzsmentjére, és egyébként ezt a rendszert, ahol parkolőrök sétálgatnak a városban, ezt is fel lehetne számolni. Varsóban ez úgy működik, meg Kopenhágában, meg Amsterdamban, meg Európa szerencsésebb helyein, hogy ilyen parkolás ellenőrző autók köröznek a városban, a tetejükön egy kamerával, leolvasnak minden rendszámot, összevetik a parkolási regiszterrel, és automatizáltan küldik a bírságot, hogyha valaki jogosultság vagy díjfizetés nélkül parkol egy helyen. Ehhez aztán körülbelül 20-ad annyi erőforrás kell, mert egy ilyen autó bejár egy városrészet fél óra alatt, tehát 20-ad annyi erőforrás kell, mint amennyiben ma a parkolás ellenőrzés megy. Tehát amikor arról beszélek itt többször, hogy vannak itt azért mégiscsak racionalizálási lehetőségek, a mi számításaink szerint 5 milliárd forint folyik ki a parkolásból évente, ami részben az automaták drága üzemeltetése és a végtelenül hatékony parkolás ellenőrzés és a korrupció összege úgy egyben. Ezen kellene változtatni. Köszönjük szépen. És akkor itt elől, ha még érvényes a kérdés, akkor már hozzuk is a mikrofont. Sziasztok! Én a belvárossal kapcsolatban szeretném kérdezni. Ugye Budapest olyan szerencsés helyzetben, hogy egy szinte páratlan építészet öröksége van. Viszont a belvárosi épületek nagy részét még 56-os golyónyomok tarkítják, illetve a vakolatok azok hullanak, ha egyáltalán vannak. Hogy a kérdésem az lenne, hogy ennek a városképnek a feljavítására van-e esetleg terv, vagy később ezt tervbe vehető, illetve olyan szempontból is a városkép megőrzésére, hogy az ilyen foghitelkeken, mint például a keleti pályaudvar előtt, az a förmedvény Intercity Hotel, az ott engedte bárki odaépítse egy olyan környezetbe, hogy tehát a városképnek a védelmére van-e bármilyen elképzelés, vagy program, vagy terv a jövőben? Köszönjük szépen a kérdést. Nagyon fontos kérdés ez. Szerintem azért van javulás abban az értelemben, hogy pár évvel ezelőtthöz, 10-15 évvel ezelőtthöz képest szerintem több a felújított homlokzat a belvárosban. Nyilván a turizmus megjelenése, a hotelek megjelenése, tehát ez általában nem lakóépületekként, hanem irodává válás, hotelli válás útján történik, de városképileg legalább javulást hoz, viszont együtt jár azzal a folyamattal, hogy elnéptelenedik a belváros. Éppen beszélgettem olyan ajánlásgyűjtő kollégával, aki kopogtatott Terézvárosban, és azt mondta, hogy vannak olyan házak, ahol tényleg 40 lakásból 3-ban sem laknak már állandóan, hanem irodának, Airbnb-nek, befektetési célú üres lakásnak van használva. Tehát a belváros elnéptelenedés az egy nagyon fontos probléma, amit meg kéne fordítani, és ez nagyon sok mindenre lenne szükség, Airbnb szabályozásra, az ilyen aranyvízum alapú üres lakás felvásárlás kordába azt a szorítására, amit a kormány most éppen bátorít, és persze arra, hogy legyen olyan támogatási program, amivel ezeket a történeti, eklektikus városszövetbe illeszkedő műemlékházakat, vagy akár csak nem önmagában műemlék, de Budapest műemléki arculati együtteséhez hozzájáruló épületeket lehetne felújítani. Ma kerületi szinten vannak ilyen programok, de összvárosi szinten nincsenek.
szerintem az uniós pénzeket részben ilyen társasházi programokra kéne irányítani, részben panelekre, részben pedig a társasházak energetikai korszerűsítésére és ennek részeként a történeti homlokzatok megőrzésére. Ami a másik felét illeti, ott elvileg a kerületi önkormányzatoknak van meg az a joga, sőt gyakorlatilag is, hogy ilyen típusú városképi előírásokat tegyenek és ezeket betartassák. Ezek gyakran elég kevéssé sikerülnek, illetve nagyon gyakran az a helyzet, hogy lényegében a magyar építés szabályozás az egy ilyen matematikai képlet logikán működik, ahol beépítési százalékok, párkánymagasságok, ilyen-olyan szorzók, színterületi mutatók alapján jön ki, és valójában az építész ma már nem arculatot tervez, vagy építészeti minőséget tervez, hanem egy Excel táblába optimalizál, hogy lehet a legtöbb négyzetmétert a szabályok mentén létrehozni. Ez sok építész panaszkodik erre. Én azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a módokat, ez nem könnyű, mert nagyon sok jogszabályt kell hozzá átalakítani, hogy az épített környezetünk minőségét, az építészeti minőséget is az engedélyezésbe, a véleményezésbe, tervzsűriken keresztül minél inkább vissza tudjuk hozni. Ugye ebben nagyon nehéz az, hogy Budapest önmagában egy kétszintű önkormányzat és a város tervezés, város szabályozás eleve szétoszlik a kerületek és a főváros között, és ezek gyakran egymással szembe mennek, és aztán az építési engedélyezés pedig a kormányhivataloknál, a kormánynál van, amit végképp nem tartok helyesnek. Ráadásul éppen Lázár János most számolja föl a maradék nyilvánosságát is az építési engedélyezésnek azzal, hogy megszünteti azt a nyilvános felületet, amin az állampolgárok vagy az újságírók nyomon követhetik az építési engedélyezési eljárásokat. Tehát bőven lenne itt mit tenni, de a mai rendszer szüli ezeket a torzonborz szörnyű épületeket sokszor a városban. Még az Intercity hotel egyébként szerintem messze nem a legrosszabb, ahhoz képest, hogy milyenek épülnek néhány külső kerületben lakópark néven. Köszönjük a kérdést. Kezek továbbra. Ott az úr még, vagy volt már? A Kékinges úr. Nem, a polgármester még nem volt. A polgármester úr, pláne. Azt állítom, hogy a civil szervezetek tartják fönn nagyon jelentős részben egy csomó olyan szolgáltatását a fővárosnak és a kerületnek is, amelyben önkéntesek, lelkiismeretes, szociális munkások, nyálból és papírzsebkendőből átsolt díszletek között próbálnak küszködni a napi működéssel is, a fejlesztéssel is. A közlekedés és az infrastruktúra fejlesztés mellett melyek azok a fő pillérei, amelyek egyrészt ezeknek a szociális szektorban dolgozó kollégáknak, vagy kulturális, vagy kisgyermeknevelési, vagy idősgondozási szektorban dolgozóknak, önkéntes és nem önkéntes, civil és professzionális embereknek a megbecsülését, helyzetbehozását, kiégéstől való megóvását és egyáltalán a fővárossal való jobb helyzetbe kerülését irányoznák elő. Én figyeltem, ez tényleg egy mondat. Ez egy volt, abszolút. Professzionális kérdező, apukámester úr. Igen, nagyon fontos kérdés. Még talán ki is maradt a felsorolásból, és engem is, nekem is eszembe jutott, hogy én sem mondtam, de az állatvédelemben is az, hogy ami ma működik, azt azért a civilek viszik a hátukon nagyon sokszor ebbe a városba. Tehát még őket is felsorolhatnánk ebben. A kérdés nagyon jó. Szerintem egyrésztről az, hogy ezeket a szektorokat a város nem is csak az, hogy több pénzt adjon, nyilván az is fontos és jó, de azt mondani könnyű, aztán majd a költségvetési valóság jön, de persze több pénzt is adjon, de még inkább, hogy kiszámíthatóan tegye ezt. Szerintem ez nagyon fontos. Én független színházi társulatoktól, szociális, civil szervezetekig bezárólag azt hallom, hogy nagyon sokszor az a baj, hogy mire a pénz megjön és el kell költeni, már nincs elég idő, utolsó pillanatig húzzák, addigra már leállítják azt a programot, amit finanszírozni kellett volna, majd aztán mire megjön a pénz, már nincs mikivel újraindítani. Tehát szerintem a kiszámíthatóság, az előre tervezhetőség, a hosszú távú partnerség ezekben a viszonyokban nagyon fontos, hiszen valaki az idejét, az energiáját, a saját szabadidejét fordítja ilyen ügyekre, akkor az, hogy tudjon ezzel számolni, tervezni, ne töltse be más rendszeres programmal az erre szánt időt, ez nagyon fontos. És az is, hogy a szociális szférában lássuk azt, hogy ma az a megbecsültség az ott dolgozóknak nincs meg, ami a munkájukhoz mérten szükség lenne. Nyilván ezen is jó lenne fokozatosan változtatni, ez nyilván a kormányon múlik első helyen. Én nagyon egyetértek az LMP elnökének is azzal a gyakori kritikájával, hogy a szociális szférában dolgozók elismertsége az tarthatatlan, és az egészségügyben és a közoktatásban megtörtént bérkorrekciók itt elmaradtak. Ezt pótolni kell, és azt is gondolom, hogy a városnak azt a szerződéses viszonyrendszert, ahol megbecsüli ezeknek a közösségeknek a munkáját, ezt bővítenie kell.
Ugye ma is akár csak a hajléktalan ellátásban is jelentős szerepet vállalnak civil szervezetek. Szerintem rájuk továbbra is támaszkodni kell, együttműködni és ezt bővíteni. Ez az alaphozzáállásom. Köszönjük szépen. Balszárny, kezek? Senki? Ott van egy kérdés, nagyszerű. Köszönöm. Egy rövid kérdésem lenne csak a forrásteremtéssel kapcsolatban, hogy főpolgármesterként látsz rá lehetőséget, hogy közvetlen uniós forrásokat szerezzünk, tehát megkerülve a kormány. Természetesen nem minden forrás, de hogy egy részét mondjuk ennyi lenne. Mi összességében jelentéktelen mennyiségben, egyes projektek esetében persze nagyon fontos, tehát még a kormány megkerülve kormányzati szervek is tudnak ilyet szerezni. Amikor a BFK-t vezettem, akkor egyébként most nyilván nem megkerülve, ez egy túlzó kifejezés, de már csak azért is, mert minden ilyenhez kell a kormány, mint tagállam plecsnie, tehát hogy ha nem akarják, akkor nem megy. De például a nyugati pályaudvar fejlesztésére szereztünk versenyző forrást más országokkal versenyben. Tehát vannak ilyen zsebek, vannak ilyen pályázati lehetőségek. Budapest is nyert el egyébként ilyet nemrég a élőhelyvédelemre egyes zöld területeken, de abban a léptékben, ami a nagy uniós források léptéke, ez nem reális, ez nem egy valós állítás. Karácsony Gergely szokott olyan állításokat tenni, amik, hogy mondjam, úgy hallhatók, ha valaki nem figyelmesen olvassa vagy hallja őket, mintha ő szerzett volna 300 milliárd forint közvetlen forrást, ez nem igaz. Ezek a kormánytól jövő programozott normális 7 éves uniós források, amik be vannak fagyasztva a jogállamisági eljárással. Ilyen nagyságrendben, tehát a valós nagy infrastruktúra projektek nagyságrendjében én nem hiszem, hogy ebben elmozdulás lesz. Mert Magyarország ebben egy kis játékos, és ugye a tagállamok egyetértése kéne ehhez, hogy ez megváltozzon. Én nem látom azt, hogy mondjuk a spanyol kormány akarna, hogy Barcelona közvetlenül pályázzon, vagy hogy a román kormány hirtelen azt akarna, hogy Kolozsvár önállóan pályázzon. Tehát most csak két példát mondok, tehát azért a nemzetek Európájából városok Európáját csinálni azért nem hiszem, hogy találkozik a legtöbb tagállam központi állami vezetésével, tehát akármilyen is a Budapest-magyar kormány viszony, mi ezt innen megváltoztatni nem fogjuk. El kell hozni minden közvetlen pályázati lehetőséget, ami van, de ezek töredéke, apró töredékek ahhoz képest, amennyi uniós pénz Budapestnek jár, és amennyit meg kell szereznünk, és amennyit az elmúlt évtizedekben is kaptunk. Ezt viszont a kormányon keresztül lehet csak megszerezni. Köszönjük a választ. Akkor ha innen nincs több kérdés, akkor elindulunk. Ide van. Akkor a... Köszönöm. Fenntartásokkal kezeljük itt a közvéleménykutatásokat, de a verseny mostani állása szerint hogy állnak a dolgok, illetve egy ilyen provokatív jellegű kérdésem lenne, hogyha úgy alakul a hogy úgy mérnék, vagy úgy döntenek, hogy esetleg Szentkirályi Alexandra visszalépne az ön javára, mivel a kormány talán önne jobban tud dolgozni, mint Karácsony Gergelyen. Hát közvéleménykutatásokat meg lehet találni az interneten, nincsenek ahhoz képest nagyon eltérő számaim. Az látszik, hogy Karácsony Gergely előnye hétről hétre csökken. A második helyen, bár a Városháza rendelt kutatásokat, amiknek az volt a célja, hogy az ellenkezőit állítsák, de azért minden más kutatásban a második helyen én állok, és Szentkirályi Alexandra a harmadik. Hogy ez az olló zárulása a választásokig hova jut el, és a két tengely metszi egymást június 9 előtt, már mint az enyém, ami picit növekszik folyamatosan, és Karácsony Gergely, ami picit csökken folyamatosan, ezt nem tudom. Én arra bátorítom a vetélytársamat, hogy minél több ilyen plakátot helyezzenek ki, ahol Dobrev Klárával és Kuhalmi Ágnessel együtt szólítanak fel a közös lista támogatására, mert ugye abban a furcsa helyzetben van része a budapestieknek, hogy a Fidesz lejárató kampánya és a főpolgármester saját magát reklámozó kampánya az pontosan ugyanaz. Az egyikre az van, hogy Karácsony egyelő Gyurcsány, a másikon pedig Gyurcsány Ferenc feleségével magát reklámozza a főpolgármester. Tehát valójában a két oldal egymásra talált, és az egyik azzal akarja a másikat lejáratni, amivel a másik saját magát reklámozza. Ilyen ritkán fordul elő a politikában, de most egy ilyen furcsa együttállásnak lehetünk tanulni. És én azért azt látom, hogy a választók egyre szélesebb köre, hogy mondjam, elgondolkodik azon, hogy tényleg azt a főpolgármestert szeretné támogatni, aki ahelyett, hogy Budapest problémáival foglalkozik, ahelyett, hogy Budapesten kampányol és elszámol az elmúlt 5 évével, ahelyett, hogy kiáll főpolgármester jelölti vitára, ahol minden nap kitalál valami új kifogást, ahelyett Salgótarjánban meg Tatabányán kampányol Dobrev Klárával az EP kampányban. Tehát hogy azért szerintem ez sokakban fölvett kérdéseket arra, hogy tényleg országos pártpolitizáló vagy Budapesttel foglalkozó főpolgármesterre van szükség. Ami pedig a másik részét illeti a kérdésének, én nem gondolom ezt egy reális forgatókönyvnek.
Épp ma néztem meg egy cikkbe, be volt ágyazva a Fidesz-új Karácsony Gyurcsány ilyen rajzfilm videóját, ami hát, hogy mondjam, nem egy nagyon magasröptű darab, de hát azzal zárul, hogy csak a Fidesz. Na most hát ebből a fajta politikai ajánlatból, amit ők megfogalmaznak, én nehezen látom azt levezethetőnek, hogy egy pillanatban azt mondják, hogy akkor ők mégsem indulnak el egy választáson. Ilyen még nem volt egyébként az én emlékezetem óta, hogy a Fidesz egy választáson ne lett volna végig részt. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy reális forgatókönyv lenne. Annak ellenére, hogy nyilván azt értem, hogy a főpolgármester ezt mondja mindig, ugye ne felejtsük el, hogy ő azért 5 évvel ezelőtt Puzsér Róbertet is a Fidesz jelöltjeként próbálta beállítani, és úgy ábrázolta, hogy egy báb, vagy ilyen húzalokon bábként kézzel mozgatja őt, Orbán Viktor volt ilyen plakát. Most nyilván azért Puzsér Róbertről holnap lesz vele beszélgetésem, ha valaki szeretne, még talán lehet kapni jegyeket a Vasasban, örömmel látunk mindenkit, reklám vége. Tehát azért azt gondolom, hogy róla is belátható, hogy nem a Fidesz A vagy B, vagy én nem tudom milyen jelöltje volt. De nyilván Karácsony Gergely azt a fajta politikát viszi, hogy Budapest egy nagy köztársaság, ahol itt máshogy zajlik a politika, de ha bárki elmer ellene indulni a választáson, az betolakodó és csak fideszes lehet. Ugye ez a narratíva van. Szerintem a választók azért ezen átlátnak. Köszönjük szépen. Még maximum 3 kérdése van szerintem időnk, hogy így az órámra pillantok, de talán jók vagyunk. Olyat igen, mindenképpen olyan kapja először, aki még nem kapta meg, és aztán meglátjuk. Ha esetleg nagyon gyors a kérdés és a válasz, akkor még talán többre is van. Köszönöm, gyors leszek. Én is EU-s kérdést szeretnék feltenni, hogy az Európai Unió Bizottsága 2021-ben várta, hogy a Horizon munkaprogram keretein belül szállít 100, hát a nem is klímasemleges, de fenntarthatóbb várost. E 100 város közé Budapest is felvételt nyert, ha nem tévedek, 2022-ben. De viszont azóta elég nagy a csönd a projekt kapcsán, és röviden a kérdésem, hogy ez a projekt, illetve a téma, amit ez képvisel, a fenntarthatóság és a klímapolitika, ez szerepel-e a radaron, és hogy milyen fejlemények várhatóak-e kapcsán? Köszönöm. Nagyon is szerepel a radaron, és ebben én egy ilyen, hogy mondjam, talán kevésbé szívesen hallott véleményt szoktam elmondani, hogy szerintem persze az a népszerű, az a jól hangzó álláspont, hogy mindent tegyünk meg a klíma védelmében, és hát akadályozzuk meg a bolygó fölmelegedését, és meg is kell mindent tenni, tehát nyilván a közlekedéspolitikában, energetikában nem kérdés, a programomban is benne van, de azért én azt gondolom, azt látom, azt állítom, hogy az emberiség kezd ebből a típusú megfékezési mozgástérből kicsúszni. Egyre inkább látszik a klíma és az időjárás átalakulása, egyre inkább várhatóak szélsőséges időjárási események gyakrabb bekövetkezése. Magyarország ebből a szempontból a Kárpát-medencében egyébként egy relatíve szerencsés helyzetben van a, nem tudom, tengerparti országokhoz és sokkal kitettebb helyekhez képest, de minket is érint. Hát ha csak ezt a képet megnézzük, tehát villámárvizek, dunai árvizek, váratlanul nagy viharok, szélsőséges időjárási körülmények, egyre jobban fölmelegedő nyarak, ezek mind-mind egyre jobban érintik Budapestet, és szerintem oda akarok a gondolatmenet végén kiukadni, hogy a klímapolitika az már nem csak arról szól, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében mit teszünk, nagyon fontos, kell vele foglalkozni, de egyre inkább be kell hozni a közbeszédbe azt is, hogy hogyan készítjük fel a várost mindarra, ami várható. És mondjuk New York várospolitikájában a Sandy nevű hurikán, amikor egy váratlanul nagy tengeri vihar végül az addig biztonságosnak hitt városnak a metróhálózatát elöntötte, óriási károkat tett a városba néhány évvel ezelőtt, azóta teljesen átalakult a várospolitika, és hirtelen minden arról szól, hogy hogyan készítjük fel a várost a 21. század, hogy készítik fel a várost a 21. század kihívásaira. Szerintem Budapesten eddig megúsztuk talán az ilyen súlyú, voltak nagy árvizek nyilván, de talán ezt a fajta kiózanító helyzetet még nem éltük át, de szerintem nem kéne megvárni, és mind az árvízvédelemben a hiányzó pontokat elvégezni, a városnak a minél inkább szivacsvárossá alakítását, pont az Asztóriánál ezt kritizáltam, tehát hogy minél több olyan felület legyen, ami nem burkolt, hanem képes a hirtelen leulló esővizet megfogni és beszívni, zöld felületek, hogy minél több árnyékos közterünk legyen, ami a hőhatás, hősziget hatás ellen védelmet nyújt. Ezek mind-mind olyan feladatok, amik a következő városvezetésekre várnak. És én azt érzem, hogy sokszor ezek a feladatok azok, amik hátrasorolódnak a listán. Szerintem ezt meg kell változtatni, mert Budapestnek nem csak klímasemlegesség kellene válnia, hanem klímaváltozás ellenállóvá is kéne, amennyire csak lehet reálisan ezt elérni, válnia. Ez benne is van a programomban, és ezt elég világosan
leírtuk. A konkrét kérdésére én azt tudom mondani, hogy az EU-nak rengeteg olyan programja van, ami arra épül, hogy különböző kísérleti projektek induljanak, tapasztalatcserék induljanak. Ezek nem nagyon nagy költségvetési programok, de arra jók, hogy a városok, hiszen Budapest nyilván a legszebb, de azért rengeteg problémája van, ami pont ugyanolyan, mint egy csomó európai városnak. Én mielőtt ebbe a főpolgármester jelöltségbe belevágtam, tanácsadóként, szakértőként dolgoztam külföldön a legkülönbözőbb helyein a világnak, Egyesült Államokban, Afrikában, Közel-Keleten, Isztambulban, de Európában sok helyen is. És azt látom, hogy nagyon sokszor az utcán heverő jó megoldásokat sem veszük észre, akár még Bécsben sem, innen 220 kilométerre. Tehát az, hogy legyen tapasztalatcsere, és ez tényleg a város javára szolgáljon, erre ezek az uniós programok nagyon jók. Én nagyon szükségesnek tartanám, hogy minél több ilyenbe vegyünk részt, de nyilván úgy, hogy tényleg az érdemi szakember vesz részt, tényleg tanulunk belőle, és nem jutalomutazásnak vannak ezek felfogva, mint ahogy azért néha ez előfordult. Szerintem ez nagyon fontos, és tényleg alig tudok olyan ágazatát mondani ennek a városnak, ahol hirtelen nem jutott eszünkbe, akár csak amikor a programot írtuk, hogy milyen jó gyakorlatok vannak, akár Stockholmban, a BKK rendészet és az applikáció onnan jött, akár az Egyesült Királyságban, az egész BKK egyébként onnan jött, de mondjuk akár a bérlakás programokban, akár Bécsbe, ahol mondjuk a Maxi Dubajhoz képest egy rendezőpályaudvar teljesen máshogy fejlesztenek, akár a parkolásnál Varsóba, akár a taxiszabályozásban Prágában. Tehát szerintem tényleg képesnek kell arra lennünk, hogy tanuljunk Európa más nagyvárosaitól, és mindenhonnan összecsipegessük a jó megoldásokat, és aztán Budapestre megpróbáljuk mindegyikből a lehető legjobbat kihozni. Én mindig ezzel a szemlélettel dolgoztam, füvesvágányok kapcsán is mondtam ilyen példát, és ezt a szemléletet szeretném meghonosítani a városvezetésben és a fővárosi cégekben. Köszönjük szépen. Még két kérdés. Ott a hölgynél még nem járt, akkor ő legyen az utolsó előtti. Köszönöm szépen. Hallható vagyok? Igen. Azt szeretném kérdezni, Dávid, hogy megválasztásod esetén főpolgármesternek mekkora ráhatást tudnál gyakorolni arra, hogy az egyes kerületek ne szeparált ingatlanfejlesztésben gondolkodjanak, csak külön közlekedésfejlesztésben, hanem valódi urbanisztikai megoldásban, magyarul integráltan élhető város teremtsenek, ne csupán felhúzzák az ingatlanparkokat, az új házakat, hanem kultúrára, szolgáltató központokra, könyvesboltokra is gondoljanak, mert én a 13. kerületből jövök, 4. kerületben dolgozom, de a 13. kerületben azt látjuk, hogy egyszerűen csak nőnek ki a házak, és hol van ennek a vége, és nincs hová beülni egy könyvtárba, nincs kulturális központ Béketéren Angyal központjában. Hosszú volt a kérdés összetett, mekkora ráhatás van? Köszönjük a kérdést. Roppant fontos kérdés, teljesen a szívemből szólt, és erről nagyon hosszan is tudnék beszélni, de röviden én azt gondolom, hogy Budapesten az a fajta nyelvezet, hozzáállás, szakértői attitűd és ilyen környezet alakult ki, és azt látom, hogy ezt már teljesen internalizálta magába a szakmai jelentős része, hogy a városfejlesztés az úgy megy, hogy van egy magáningatlanfejlesztő, neki van valami ötlete, és akkor a város az egyfajta ilyen ügyfélszolgálatként hozzámódosítja az építési szabályokat, valamit alkudozik, néha így alkudozik, néha úgy alkudozik, mindig egy áldozat szerepben van a város, ahol a fejlesztés az ugye a megerőszakolását jelenti a városnak, és egy ilyen fanyalog, ilyen kölcsönös elégedetlenség és fanyalgás mellett valami történik. Na most, ugye ez egy rendszerváltás óta magunkkal hurcolt logika. Van egy-két kerület, amiből talán ebből kivétel, meg van egy-két jó példa, de azért valahol ez a mindennapok valósága. Én szerintem Budapestnek el kéne kezdenie aktív városfejlesztőként megjelenni. Ha megnézzük, most hagyd mondjam példaként akkor az előbb, amit említettem, Bécset. Bécsben egy ilyen Maxi Dubaj, tehát Rákos rendezőhöz hasonló területnek a fejlesztése úgy ment és úgy megy, mondjuk jelenleg is zajlik Nordwest Bahnhof néven egy ilyen, vagy néven hát az úgy hívott korábbi rendezőpályaudvarnak a fejlesztése, hogy a város hosszas, sok éves munkával az érintetteket bevonva tömbönként kitalált, hogy hogy kéne ennek kinézni. Egy marha nagy új városnegyedet kitaláltak, amiben van mixe szociális bérlakásnak, megfizethető támogatott bérlakásnak, piaci alapú lakásnak, akár luxus lakásnak a tetején az épületnek, idősek otthonának, kulturális funkcióknak. Az egésznek a belseje autómentes, le lehet engedni a gyereket játszani, csak egy villamos és egy kerékpárút megy át a közepén, és egy óriási park van. Az autósok csak a széléről mehetnek be a területnek, közös teremgarázsokba, és nagy kiülős helyek vannak, kisbolt van, nem óriási hipermarket.
az egész a legapróbb részletekig ki van találva. Mi is egyébként ilyet csináltunk Diákváros néven, amit aztán elsodort a kínai egyetem, ez egy ismert történet. Az volt az első olyan kísérlet Budapesten, hogy próbáljuk már meg a közérdek alapján tervezni a város, és ne alulról fölfele, abba az értelemben legalábbis, hogy nem magánfejlesztők igényeit kizárólag kiszolgálva. Én szerintem ezt meg kéne újra próbálni minél több helyen, főleg a rozsdavezetekben. És ebben a városban ennek van hagyománya. Ez a város 150 éve úgy épült föl, az a gyönyörű eklektikus városszövet, amiről az úr is kérdezett, az Andrássy út térség egyéb, hogy a közmunkatanácsban a miniszterelnök és a polgármester és a stábjaik együtt kitalálták, hogy ez a város hogyan fejlődjön, és aztán bevontak bérpalotánként magántőkét, és így épült föl a dualizmus korában Budapest gyönyörű városszövete. Miért vagyunk erre képtelenek a 21. században? Miért nem tud a magántőke és a közféra úgy együttműködni, hogy ott a közféra ne egy áldozat, ne egy kiszolgáló szerep legyen, hanem az emberek érdeke alapján elérje, hogy az is úgy fejlődjön Budapesten, amire szükség van. Ez idealisztikusan hangzik, de hát tényleg az a helyzet, hogy Varsó vagy Bécs meg tudta csinálni ezt a váltást. Én elfogadom, hogy a 90-es évek Budapestjén ez nem biztos, hogy realitás volt. Temszki Gábor írt egy hosszú könyvet, mint a leköszön, mint főpolgármester, és egyébként hosszasan érvel amellett, hogy miért így csinálták. És én nem vagyok benne biztos, hogy nincs igaza abban, hogy mondjuk, hogy a 90-es évek tőkehiányos, sok szempontból lerobbant, sorban bezáró gyárakkal, elavuló városnegyedekkel teli Budapestjén bedobni a gyeplőt és azt mondani, hogy a magántőke csináljon, amit csak tud. Ennek volt valamennyi, hogy mondjam, alapja, hogy ez volt reális. Ugye ebből nőtt ki a Váci út, irodanegyed, a plázák, a Duna pláza és itt tovább. Okoztak azért ezek kárt bőven. De a 21. század Magyarországán, az Európai Unióban, azzal a fajta tőkebőséggel, ami minden gazdasági nehézség ellenére azért megvan az ingatlan piacon mind a mai napig, szerintem a városnak, hogy mondjam, föl kell állnia, ki kell egyenesednie, és azt kell mondani, hogy mi képviseljük, hogy mit szeretnénk, és kedves magántőke, ezt építsd, ne, amit neked kedved van. És persze kell tudni érteni a megtérülés számítások nyelvén, érteni kell, hogy mi az, ami üzletileg működik, mi az, amit a bank tényleg hajlandó finanszírozni. Tehát nyilván ez egy iteráció a szereplők között, de szerintem az, hogy a Budapest politika ma tényleg arról szól, hogy a főváros úgy viselkedik, mintha egy minisztérium lenne, aminek a miniszterét nem az Orbán Viktor vagy a miniszterelnök nevezi ki, hanem mi közvetlenül választjuk, de egyébként minden pénz az államtól jön, és bármi nem megy, akkor széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát a kormány nem adott pénzt. Ugye ez egy ilyen logika, ebből ki kéne törni, és én nem azt mondom, hogy ne adjon a kormány több pénzt, persze adjon, de van rengeteg olyan szereplő, akivel együtt lehetne működni, magántőkét lehetne bevonni, a város fejlesztése nem kizárólag a kormánnyal való viszonytól függ. És én ezt ma nagyon hiányolom Budapest vezetéséből, és ezen változtatni szeretnék. Elnézést, a hosszú válasz volt, de bízom benne, hogy érdemben válaszolt. Azt ígértem. Nyugodtan. Köszönöm, így készült a program is. Köszönjük szépen, igen, ezért járatok. Köszönöm. Azt ígértem, hogy még egy kérdést. Bírod még, Dávid, ezt persze, még egy kérdést? Nagy baj lenne, ha nem bírnám. Akkor a hölgynek utolsóként, és akkor elnézést kérek azoktól, akik a második kérdésüket nem tudják föltenni, de... Igen. Csak van egy praktikus ötletem közlekedésre vonatkozólag, ami lehet, hogy csak nem túl sok pénz, inkább szervezési kérdés. A 126-os busznak a végállomása a Szilaspataknál van, a másik az Oceannél. Hogyha a Szilaspataki végállomást összeköthetnénk a metróval, akkor az szerintem nagyon sok embernek egy könnyebbséget okozna a közlekedésben, akár az Ocean dolgozóknak, akik a belvárosból jönnek ki. Vagy esetleg emberek, akik szeretnének a városba bemenni, akik a 126-os vonalán vannak, így mindig át kell szállni. Klassz, hogy a 20-evel találkozik, meg a 14-es villamossal, de ha nem kellene a metró felé átszállni, és még a vasútállomást is érinteni, tehát azon az úton is egy körjárat lenne, szerintem ez csak egy elsősorban szervezési kérdés. A másik a 20-e végállomás, a 20-e, ami a keleti felől jön, igen. És egy csomó embert szállít gyorsjáratként, hogyha csak pár megállóval tovább menne, ez nem is az én érdekem, én nem is így lakom, csak logikailag látom, ha elmenne a K2 végéig, ami csak egy pár megállót jelentene a külső Szilágyi úton, akkor az megint nagyon sok embernek könnyebbséget okozna.
Köszönjük. Szerintem általában igaz, most hagyd ne válaszoljak ezekre konkrétan, mert értem mindegyik felvetést, de nyilván meg kell ezeket alaposan nézni, hogy melyik mivel jár és hogy lehet megoldani jól. Azért amikor a BKK-ban ott dolgoztunk, tényleg két havonta jöttünk elő egy új buszhálózat átszervezési tervvel. Nem mondom, hogy mindegyik mindig osztatlan sikert aratott, ezért folytattunk róla a társadalmi egyeztetést, nem pulykának néztük az utasokat, hanem megkérdeztük. És volt, amit bevezettünk, volt, amit nem, de mindig életbe tartottuk, mozgattuk a buszhálózatot, mert a város is változik. Én most úgy látom, hogy ez befagyott. Évek óta lényegében nem nyúlnak hozzá a buszhálózathoz, pedig szerintem lenne helye ötleteknek, lenne helye kísérletezésnek, ugye erről beszéltem az Expresszek kapcsán is, és számos kerületben látom azt, hogy lenne mit fejleszteni, ott is, ahol én lakom, én is busszal járok minden nap. Lehetne észszerűsíteni. Szerintem ezt ki kell nyitni újra a BKK-t ezeknek a javaslatoknak az irányába. Én még szabad nekem is egyet kérdeznem? Hogyne. Ha így lehet, akkor az urat hagyd kérdezzem még meg, aki buszvezetőként is dolgozik. Úgyis egy második kérdést megígértünk neki, hogy egyébként BKK rendészet témában mennyire, nem beszéltünk össze, nem is ismerjük egymást, tehát nem tök fogalmam sem, hogy mi fogsz erre válaszolni, de mennyire éled azt meg, hogy ha bármilyen atrocitás vagy nehézség van, akkor kaptok segítséget, vagy mennyire egy mindennapos probléma ez? Ez nyilván attól is függ, hogy melyik városrészben dolgozol, de kíváncsi vagyok. Igen, hát szerintem amúgy szükség lenne rá, mert nem nekem van ilyen lehetőségünk. Ugye van az a SOS gomb a buszokon, de hát arra vagy válaszolnak, vagy nem, vagy egy órával később minden fel, vagy nem. Tehát igazából szerintem erre abszolút lenne szükség, nincs nagyon közvetlenül kihez fordulni, max. Itt diszpécserekhez, de hát akkor is tényleg nem mindig válaszolnak, és ugye lenne egy ilyen lehetőség, azt én abszolút támogatnám maximálisan. Szerencsére kevesebb ilyen szituációval találkozom, mert nem vagyok olyan sűrűn. De azért volt már rá példa, hogy igénybe tudtam volna venni ezt, és egyedül kellett így megoldani. Viszont akkor egy utolsó kérdést válaszért cserébe még. Igen, nekem csak annyi kérdés lett valahogy. Bocsánat, hogy átvettem magam. Szóval, hogy a munkakörülmények sokat fejlődtek így igazából az új buszok megjelenésével. Viszont egy másik aspektusból nézem meg az ilyen végállomási pihenők, azok például elég szörnyű állapotban vannak szerintem, és az esetleg erre van-e valami ilyen felújítási program vagy terv, mert tényleg azt látom, hogy ezzel sokat lehetne segíteni így komfort szempontjából. Szerintem ez a kulcs többek között ahhoz például, hogy ugye minden buszt, ha megnézünk hátul, akkor azt látjuk, hogy éppen hirdetik valamilyen prémiummal vagy fizetést kiírva, hogy jöjjenek az emberek buszvezetőnek. És szerintem az egyik ilyen akadálypont, vagy ilyen nehézségpont ebben, ahogy így beszélgettem, ugye majdnem mindig megszólítanak a buszvezetők, tehát elég sok beszélgetésem van ilyen témákban. És az egyik ilyen fájdalompont, azt látom Budapesten, az tényleg az, hogy sok végállomási váró az olyan állapotban van, mint amikor én 17-18 évesen járkáltam a budapesti buszhálózaton erre-arra, és ugyanaz a büdös szódagép van, mint akkor. Tehát szerintem az, hogy ezeken a helyeken tényleg azok az alapvető munkakörülmények, ami bármilyen irodai környezetben megvannak, hogy van egy normális konyha, a mikró, van egy normális szék, ahol le lehet ülni abba a pihenőidőbe, ami jár a járművezetőknek, hogy van egy tiszta mosdó és WC, ez a minimum, és azt látom, hogy sok helyen ez nincs meg, és ezekre nem figyelnek oda, és aztán lehet akármilyen jó a fizetés, nyilván nem mindegy a fizetés, sőt, abszolút nem mindegy, de azért ezek azok a fájdalompontok, amik a végén arra visznek valakit, hogy jó, hát akkor inkább elmegy, és más állást keres. Tehát szerintem ezzel el kell kezdeni foglalkozni, és hát legalább annyi pénzt költeni erre, mint amennyit az álláshirdetésekre elköltenek, mert a megtartó erejét a szakmának szerintem nagyban tudná segíteni, tehát egyetértek. No, hát akkor, ahogy mondtam, nem egyszerű a helyzet, nem véletlen, hogy mindenkitől egy kérdést kértem, hiszen ahogy látják, még mindig lenne, akiben maradt kérdés, de kifutottunk az időben, meg a szeretnénk azért Puzsér Robertnek is hagyni holnapra valamit, amit meg tud kérdezni majd Dávidtól. Erre még vannak jegyek, de nem is elsősorban arra buzdítanám önöket, hogy majd vegyenek a holnapira jegyet, hanem hogy menjenek el június 9-én, és szavazzanak listán is, illetve főpolgármester jelöltként is Dávidra. És ha tehetik, akkor családtagot, barátot még szedjenek össze, és biztosanak ugyanerre, mert bizony ez most egy 5 évre szóló döntés lesz, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, kérdeztek, hallgattak. Köszönöm Dávidnak is, hogy által sarat. További szép estét kívánok. Köszönöm mindenkinek. Szépen én is a figyelmet.